Köszöntöm kedves nézőinket a Pomász TV képernyői előtt, Erményi Brigitta vagyok. Nézzük, mit kínálunk ma önöknek. Elsőként versestárunkból hangzik el egy költemény, majd közéleti magazinunk a heti krónika jelentkezik. A krónika után az ülésteremből jelentkezünk, városunk képviselőtestületének január 23-án tartott ülését láthatják. Kedves nézőink, Vers mindegykinek sorozatunkból hangzik el egy költemény. Mikes Kelemen. A szeretett távoli hazafelé írta a levelek végtelen sorát. Bús aggódás vetett néki nyoszolyát, s rodostói magány költözött belé. Nézte a holdat, az égi cimborát. Szerencsés, te mindig utazol, lebegsz, te holnapra talán már otthon lehetsz. S felhajtott a bronz kupájából borát. Lelkéből papírra folyt a fájdalom, s lett belőle mesélő mondat halom. Kedves, kívánságos, zágoni tiszta szó, kegyesen fájó, könnyesen bíztató, s óvta urának áldott álmodását, és hallgatta a tenger mormolását. Közélet, kultúra, hit és sport. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Heti Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják, melyel minden pénteken 18 óra 7 perckor jelentkezünk. Nézzük mai témáinkat! Az 50 pluszosok körében egyre népszerűbb a Senior Akadémia. A Magyar Kultúra Napja. Ökumenikus imahét. A Zsigmond Király Egyetem a hazai idős oktatás egyik fellegvára. Ez nem csak azt jelenti, hogy az egyetemisták több szakon is tanulhatnak az idősekről, hanem azt is, hogy az országban elsőként itt végeznek olyan hallgatók, akik hivatalosan is idősoktató-idősképző egyetemi diplomát kapnak. A Zsigmond lelkes tanárai 2011 őszén indították útjára az első nyugdíjasok akadémiáját Óbudán, majd következett Szentendre, Budakalász és Pomáz. A Zsigmond Király Egyetem felnőtt képzési igazgatója dr. Jászberényi József. A Szentendrei Idősek Akadémiája most ért 9. fél évének végére. Az előadásokon minden 50 év feletti érdeklődő teljesen ingyen vehetett részt. Az előadásokra előre sosem kell jelentkezni. Ezek rendkívül sokféle témát ölelnek föl, az idősek szociális helyzetétől az internetig, az idősek munka lehetőségeitől az életkor meghosszabbításáról szóló elméletekig. Az előadók mindig szakavatott professzorok és szakemberek voltak. Az egyórás előadások után az érdeklődők kötetlen beszélgetéseken is részt vehettek.
Ez az év alapvetően a bővülés éve volt, a Zsigmond Király Egyetem szenior képzésének ez egyértelműen elmondható, de ebben a szűkebb régióban is egyértelműen a bővülésről lehet beszélni. Mit jelent ez? Egyrészt a Szentendrei szenior képzés már a 10.-11. fél évben lépett idén, és volt egy nagyon kiváló konferenciánk a nyár elején, ahol több mint 60 ember hallgatta módszertani előadásokat, hogy kell időseket oktatni, illetve itt a szenior képzésben mind az előző, mind a mostani fél évben elindult 15-18 tanfolyam, 150-200 Szentendrei és Szentendre környéki hallgatóval, és igazából az előadásokon is megfigyelhető volt, hogy azok, amik igazán érdeklik az embereket, vagy az előadó, vagy a téma miatt, itt Szentendrén is 15-20-30 fős részvétellel zajlott. Tehát az, hogy 30 fő eljön egy demencia előadásra, ami most volt, az mindenképpen siker, azt gondolom. A pomázi történet is nagyon hasonló, hiszen Pomázon is Senior Akadémiát tartunk, ott is ez a rendszer megszilárdult, már megegyeztünk arról a helyi vezetéssel, hogy folytatni fogjuk, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ott is elindult ez a dolog, és ott is már senior tánc képzésünk is van, egy ottani lakos a Novák Marcsi vezetésével. Tehát én úgy látom, hogy itt a Szentendre és környékén kifejezett erősödésről beszélhetünk, és lehet arról gondolkodni, hogy egyre több 50 feletti embert bevonjunk a képzésbe. Országosan is egyértelműen bővülünk, újabb helyszínek jelennek meg, most már 36-37 helyszínen vagyunk, és több mint 5000 hallgatónk van. Tehát úgy érzem, hogy a 13. fél évében ennek a rendszernek még mindig fölfelé haladunk. És úgy állunk a szakelőadókkal, ugye, mert nem csak hallgatóság kell, hanem témák és előadó is. Igen, hát ez kimeríthetetlen. Azt kell, hogy mondjam önnek. Ugye jelenleg 11 egyetemről több mint 100 előadó volt már ebben a rendszerben, és szinte azt lehet mondani, hogy aki nálunk nem adott elő idősügyi szakember, az nincs is. Mert mindenkit, mindenféle politikai, egyetemi különbségek nélkül mi mindenkit hívunk, aki ért az a témához, amit tanít nekünk, és hát ahogy bővülnek a helyek, hát először ugye mindig a megszokott programokkal kezdjük, és aztán jönnek a speciális igények, de eddig sosem volt olyan igény, amire ne tudtunk volna előadót szervezni. Most van még egy utolsó előadás, és akkor tél után, vagyis a szünet után mikor kezdenek? A szünet után mi mindig március közepén kezdjük a tanfolyamokat, és február végén kezdjük el az előadásokat. Ugye itt Szentendrén annyi lesz a változás, hogy most nem egy helyszínen vagyunk a Korközpontban és a Rákóczi-ban a számítástechnika, hanem délutánonként az összes kurzus a Rákóczi-ban lesz, délelőttönként pedig a Dunaparti Művelődési Házban, ami elsőre ilyen szétszórtabb struktúrára utal, ami valójában előnyös, mert mind a két helyen sokkal jobb a technikai felkészültség. Tehát például a Dunaparti Művelődési Házban normális tornaterem lesz az idősek számára. Úgyhogy én nagyon visszafogottan, de azt várom, hogy ez még bővülést fog eredményezni a képzésben. A Zsigmond Király Egyetem nem titkolt célja, hogy minél több érdeklődő, idős ember kapjon kedvet a tanuláshoz, és jelentkezzen egyéb képzésekre is. Nyugat-Európában ma már százezrek tanulnak 50 év felett is, a Zsigmond Király Egyetem tanárai remélik, hogy ezek a tendenciák itthon is érvényesülnek, hiszen tanulni sohasem késő. A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivatalos pirosbetűs ünnepek közé, de már hosszú évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak. A dátum apropóját az az esemény szolgálja, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-től január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a himnusz megírását. 1989 óta e napon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Pomázon az idei Magyar Kultúra Nap alkalmából rendezett megemlékezés a Kreatív Kultúrklub közreműködésével valósult meg. Kultúrának az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összességét nevezzük. Azért jöttünk össze, hogy ezt a speciálisan magyar értéket és a magyar szellem és fizikum által létrehozott eredményeket ünnepeljük meg, és tartsuk meg a továbbiakban is.
Komázon a megemlékezés január 19-én 3 órakor a Budapesti Metropolitán Egyetem tervező grafikai és képi ábrázolás szakos hallgatóinak alkotásaiból összeállított kiállítás megnyitójával kezdődött. A Budapesti Metropolitán Egyetem az egyik legnagyobb létszámmal oktat vagy nevel hallgatókat különböző művészeti területeken. Sosem volt olyan izgalmas és összetett a művész munkája, mint napjainkban. Megszűnőben a hagyományos, merev felosztás. A művészeti területek között új műfajok születnek. A korszerű szemlélet korszerű művészetoktatást követel. Mindez megmutatkozik az egyetem tervezőgrafikai és képi ábrázolás szakos hallgatóinak alkotásaiból összeállított kiállításon. Annak idején az 1800-as évek első felében derekán is a helyi kultúrákból alakult ki a reformkor, a nagyszellemi felvirágzás és pezsdülés, tehát az, hogy annak a reményéről nem kell lemondani, hogy a helyi kultúrák jelentős szerepet játszhatnak egy későbbi felvirágzásban is, a kultúrában egy magasabb szintre emelhetik a kulturális életet. Pillanatnyilag nem ezt a periódust éljük, hanem inkább én úgy érzékelem, hogy egy leépülési folyamat zajlik. Ez a mai esemény is, ami itt Pomázon a Kultúra Napján a kultúra tiszteletére rendeztetett, arról győzött meg, hogy a pomázi lakosokat olyan nagyon nem érdekli a kultúra, a helyi kultúra. Túl közel vagyunk talán Budapesthez, akiben mégis valamilyen kulturális érdeklődés megpezsdül, az fogja magát és bemegy egy pesti színházba, netán tüntetni megy el ebben az időszakban, de alig voltak pomáziak, valahogy nem sikerül a helyi kulturális életet, pedig igazán mindent megtesz tényleg a lehetőségeihez képest a művelődési ház, hogy egy 20-30 évvel ezelőtti, 40 évvel ezelőtti szerepét újra be tudja tölteni, amikor még tényleg azt lehetett mondani, hogy Pomázon is a kultúr, amikor még nem is ez volt, hanem a fotballpálya melletti kultúrház, hogy ott színházi előadások, helyiek, amatőr színjátszókból rendezett színdarabokat adtak elő. Sokkal pezsgőbbnek éreztem ezt a lokális kulturális életet, sportélettel együtt. Most én úgy érzem, hogy itt komoly hiátusok vannak. Fellépett az 50 tagú Szent István telepi gyermekkórus. Meghívott vendég volt Séra Anna zongora és Szikora Balázs vibrafon művész.
mostanában nagyon gyakran találkozunk a kulturális szakadék szóval, amit azt mondják, hogy a mai generáció és a régi generáció között igen nagy kulturális szakadék van. Te, mint kultúra művelője, teremtője, hogyan látod ezt, vagy mi lehet ennek az oka? Hogy mi lehet ennek az oka? Ennek az oka egyértelműen a nagy média. Hogyha szabad ezzel a nagyon sablonos és rövid kifejezéssel élnem, ugye ez egy kölcsönös hatás. Az a média közeg, ami kitermel egy silányabb igényű közönséget, az nem fogja igényelni a magasabb kultúrát. És a dolog önfeltartóvá válik. Ezért gondolom egy missziónak az, amit például itt is elkezdtünk, hogyha élhetek ezzel a szerénytelen kifejezéssel, mert ez nincs benne abba az áramlatba, amire az emberek téma vagy cím alapján bejönnek. Tehát ezért meg kell dolgozni. Ezzel a műsorból azért talán kitűnt, hogy nem érdektelen a dolog, tehát ebben is vannak izgalmas és érdekes mondani valók. Ugyanakkor nagyon nehezen tudja fölvenni a versenyt, hogy egy szappadoperát vagy egy valóságsót emlegessek. És ez a közeg, amiben érvényesíteni kell azt, amit kultúrának nevezünk, és ezért tartom fontosnak például ezt a mai napot, a Magyar Kultúra Napját, amit ünneplünk, mert ez egy olyan csomópont, ahol erről beszélni tudunk, meg tudjuk mutatni. És bízom abban, hogy itt azért már elkezdtük ezt ezzel a sorozatnak, ez már talán az ötödik eleme, hogy mi ezzel foglalkozunk itt a Pomázai Művelődési Házban, és ezt a bizonyos kreatív kultúrklubot, amiről már többször volt szó, ezt is ezért hívtuk életre, ugye egy tulajdonképpen egy nem bejegyzett, inkább egy baráti társaság, vagy egy ilyen azonos érteklődésűek társasága címen tudnám jellemezni. Tehát azért hoztuk létre, hogy kipróbáljuk, hogy ha elkezdjük, akkor működik-e, tehát elkezd-e pörögni. A választ is meg tudom mondani, igen, de nagyon lassan. Tehát a dolog azért izzadságos, de szeretnék, hogy ne legyen izzadság, szóval talán ez a műsor azért nem olyan volt. A kultúra a maga szimbolikus rendszereivel együtt tanítható, tanulható, áthagyományozható egyik generációról a másikra. Bizonyított tény, hogy a család a legmeghatározóbb befolyásoló szintér az ifjúság kultúra fogyasztását illetően. A kultúrkampa nem hiszek, és az mindig is volt, és az lesz, ez a urbánus és a népies új modernebb változatát tituláljuk így kultúrkampnak, de a generációk közti szakadékot azt érzem, érzékelem, teljesen természetes folyamat. Szóval én itt a mai megnyitón azt hiszem szóba hoztam Petőfit, szóba hoztam Rejtőt. Az az érzésem, hogy a mai fiatalok sem Rejtőt, a nagyon populáris szerzőt nem ismerik. Petőfit annyit, talán a Füstbe ment tervet ismerik, de hogy nem olvassák, az biztos. Talán már otthon a János Vitézt sem olvassák el, a szülők sem, hanem a saját unokáimon érzékelem, látom, hogy azt, amit nem lehet a telefonon, mobiltelefonon, vagy a tableten, vagy a kütyükön elérni, az nem érdekli őket. Tehát egyrészt az úgynevezett Gutenberg galaxisnak vége, tehát a könyvvel való szoros kapcsolat, ami azért a kultúra egy nagyon fontos és jelentős eleme volt, tehát hogy nem érzik egy könyvnek az illatát, a szagát, hanem csak ez a lapozása. Lehet, hogy amiket mi olvastunk 30 évvel ezelőtt, azt már ők kézbe se vennék, ezeket a könyveket? Igen, érdekes gondon, viszont mi kézbe vesszük a mai szerzők műveit. Tehát a Harry Pottert én végig olvastam, és alig vártam a következő kiadást. Kit hibáztassunk ezért? Saját magunkat, oktatásunkat, a társadalmat?
A kort. Egyszerűen a kort. Hát nem lehet ellene menni, tehát ez olyan, hogy szél ellen nem lehet az ár ellen gyalogolni, meg lehet próbálni, nagyon belefárad az ember, és egy időn túl kedvét veszti. Ez a kor, a technikai fejlődés, a technológia, a változó világ, ilyenek mindig voltak egyébként. Szóval, de abban sem vagyok biztos, hogy a reneszansz ideje, de nem biztos vagyok benne, hogy azért olvasták Homéroszt, meg a görög filozófusokat. Nem tudom, szóval én szomorúan élem meg a jelenlegi, és hát mondhatjuk, hogy a kultúra fontos, de... Neked például mit ad? Mit tud nyújtani? Ma azt próbáltam fejteni, de a kultúra az egy nagyon széles spektrumú valami, tehát nem csak a művészetek, irodalom, az úgynevezett magas kultúra a kultúra, hanem a földművelés, ugye a kultúrnövényeknek nevezzük azokat a növényfajtákat, amiket kitenyésztett, az ember beleavatkozott a természetbe, eszével, szellemével, fizikai munkájával megalkotott, konstruált. Tehát egyrészt ugye azokat a praktikus dolgokat, amiket a szellem megszült, azokat használjuk, de van egy olyan része a kultúrának, ami nem a haszon elviség alapján született, hanem egyszerűen gyönyörködtet, szórakoztat, felemel, katarzist tud kiváltani. Lehet azt mondani, hogy egy jó kultúrnövény elkészítve is tud katarzist kiváltani az emberben egy jó ebéd formájában, de mégis inkább nem erről beszélünk. Tehát ami a színező eleme, ami az élet értelmét megadja, tehát hogy nem egyszerűen létezünk, hanem megéljük a létezés örömét. Ezt nevezném én a kultúrának, ami pluszt ad, és én meg az életemet tulajdonképpen a kultúra partvonalán éltem le a munkám kapcsán, úgyhogy én nekem állandó kapcsolódásom volt, de gyerekkoromban szüleimtől látottak, hallottak alapján is, el nem tudtam volna nagyapám, nagyszüleimtől, és megvolt a dolognak egy kontinuitása, és én is igyekeztem továbbadni, de egy időn túl kicsúszik az ember irányítása alól a dolog, úgyhogy hagytam, hogy folyjanak az események úgy, ahogy maguktól. 1823. január 22-én a krisztusi korban lévő, azaz 33 éves Kölcsey Ferenc megírja a himnuszt, és ekkor Magyarországon egy történelmi korszak utolsó éveit élik, ugyanis két év múlva, 1825-ben megkezdődik a majd 25 évig, azaz 1849-ig tartó reformkor. Ez az az év, 1823, amikor Erkel Ferenc még csak 13 éves, de majd 21 év múlva, 1844-ben megírja a zenét a himnuszhoz, amelyet ma is éneklünk. Amit most hallunk, az Erkel Ferenc műve, az ünnepi nyitány, amit jóval később, 1887-ben írt, és amelynek érdekessége az, hogy a himnusz zenei motívumaival van telepítőzdelve. Én nem is olyan rég olvastam egy kutatást, egy felmérést, hogy a mai fiatalok, ugye a média és a kultúra szomjukat az interneten töltik, és onnan szerzik be, és hogy bizonyos százalékukhoz már el sem ér a kultúrának bizonyos fajtája. Például nagyon kevesen mennek el operába, vagy egy komoly zenére. Viszont a színház az mindennek a túlélője.
Hogyan lehet? Hát úgy lehet, hogy egyrészt a színház az említettek közül például a legrégebbi műfaj, ugye az ókori Görögországból származik. Színházzal nagyon sok mindent lehet mondani. Nem csak üzeneteket lehet közvetíteni, amiket az ott ülők, a nézőtéren ülők éreznek és értenek, akár teljesen nyilvánvalóan van mondva, akár csak sugallva van, de ugye maga a dolog is, hogy elmennek egy közösségbe, és ott együtt élnek át valamit, az egy óriási erőt képvisel. Volt egy olyan szakasz a színház történetnek, ugye a középkor, amikor nem voltak mások, mint vallással foglalkozó drámák, de azok is olyanok voltak, hogy ismert bibliai sztorikat, színeket jelenítettek meg, és azokat élték át újra és újra az emberek. Tehát ez, hogy átélni valamit együtt, annak az ereje a színházba vonzó erő mindenképpen, szerintem ez az egyik titka. De én azt is nagyon szerettem, hogyha a kultúrát változatosabb helyeken szedjük össze. Az én gyerekemet, aki 11 éves, nagyon régóta viszem múzeumba, moziba, bábszínházba, kinti előadásokra, szabadtéri előadásokra. Mert az mind-mind egy kaland, és egy nagyon izgalmas dolog, amikor tudja, hogy mit kaphat egy múzeumban, mit egy szabadtéri előadáson, és hogy kell viselkedni mondjuk egy komoly zenei koncerten a Zeneakadémián. Tehát ezeket is meg kell tanulni. És azzal, hogy mondjuk például elrángatnak gyerekeket színházba, akár osztállyal, csoportosan, nagyon nem értek egyet. Tehát igazából a család, vagy szülői példa tud egy olyan útmutatás lenni ebben, ami a gyereknek fontos. Tehát, hogyha a gyerek azért kap babysittert egy este, mert a szülei elmentek színházba, az egy üzenet neki. Az azt jelenti, hogy a színház olyan fontos, hogy még azt is megéri a papának meg a mamának, hogy engem itt hagyjanak, és ne velem legyenek, hanem elmenjenek a színházba. Mi az a színház, gondolkozik el egy 4-5 éves gyerek, és már is megvan az első indítatás egy kulturális közeg megismeréséhez. És hogyan látja az olvasás, a könyvnek a sorsát? Ugye sokszor mondják, hogy már a mai fiatalok nem veszik a kezükben azokat a régi klasszikusokat, ami mi is felnőttünk, ugye. Meg ha kézben veszik is, akkor leteszik, mert unalmas, nem értik. Igen. Nagyon, nagyon rossz tendenciának tartom, és sajnos valós félelmek ezek. Amit én például művészként tudok csinálni, az pont az, hogy megismertetem mondjuk a gyerekem osztályával, akik ötödikesek, az olvasás szépségét, méghozzá úgy, hogy én megmutatom, hogy körülbelül hogy kell olvasni, amikor felolvasok valamit. Tehát azzal, hogy felolvasom, azzal egy adott esetben unalmas, nekik unalmas szöveget is életre tudok varázsolni, és nagyon sokszor kaptam azt a visszajelzést, hogy most elolvastam még egyszer, és olyan jó volt, és akkor én azt mondom, hogy teljesítettem a feladatomat. És hogyha egy 24 fős osztályból 24-en ezt mondják, akkor az én megveregetem a saját vállamat, hogy ez jól sikerült. Most a Petőfi Sándor János vitézét vesszük ugyanilyen módon, elolvasom nekik, mielőtt egy szakaszt elkezdenek feldolgozni irodalomórán, és akkor már tudnak mihez viszonyítani. Még valamit megemlítek egyébként, ezeket a nagyon jó kis könyveket, elektromos könyveket, ugye amik először nagyon idegesítettek engem, hogy nincs szaga, nem tudom lapozni, stb. Aztán, amikor egyszer csak elkezdtem olvasni egy igen vastag könyvet, amit én rendszeresen magammal viszek, és hát azt éreztem, hogy na jó, ezt a 800 oldalt cipelni magammal x hónapig, amíg olvasom, ez lehetetlen. És egyszer csak kaptam egy barátomtól egy ilyen könyvolvasót. És először idegenkedve, és azt mondva, hogy na jó, hát ez van, ezt nem szeretem, ezt a modernséget, aztán most meg már nagyon rákaptam. Persze a könyveket is, az igazi könyveket is imádom, falom, veszem, gyűjtöm, de ez például egy olyan technikai újdonság, amit az új gyerekek is abszolút, akik könyvet nem vennének a kezükbe, de biztos izgatja őket, hogy milyen egy ilyen könyvolvasó. Tehát ez egy jó csali, amivel akár be lehet őket vonzani az olvasásra. 1823-ban, azaz vizsgált évünkben, 23 esztendős, hiszen 1800-ban született ő is, csak Vörös Marti, az a Cucor Gergely, aki jobbágysorból emelkedett a 19. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alakjává. A pappá szentelt nyelvész költő,
Cucor Gergely jelenteti meg az első tudományos igényű, egynyelvű magyar értelmező kézi szótárt, amely róla van elnevezve, Cucor fogarasi szótárnak, mert Fogarasi János nyelvész fejezte be. Ez a hatkötetes mű 170 ezer szócikket tartalmaz. Ezután majdnem 100 évig nem volt ehhez hasonló szótárunk. Úgyhogy nagy részben ennek a szegény sorból felemelkedett kiváló tudósnak köszönhetjük, hogy ma így írunk, olvasunk és beszélünk magyarul. Én úgy gondolom, hogy az egész társadalom tovább fejlődéséhez, tovább éléséhez, a kultúra, a tradíciók megtartásához nagyon fontos dolog az, hogy minél több emberhez a mai viszonyok mellett is eljusson a magyar kultúra. Én azt tudom erre mondani, hogy itt a Művelődési Házon belül mi nagyon dolgozunk azon, hogy ne csak a szórakoztató része jelenjen meg a Művelődési Házban a kultúrának, hanem ugye az irodalmi, történelmi átfogó képet kapjanak az ideérkezők, de elkeserítőnek tartom azt, hogy mennyire nagy érdektelenség van. Nagyon színvonalas műsort láttunk. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek fejlődésére vált volna, hogyha eljön, ha egy kis időt szakít arra, hogy megemlékezzen ő is a Magyar Kultúra Napjával kapcsolatosan. Azt tartom még nagyon fontosnak, hogy a gyerekeknek, akiknek tovább kellene örökítenünk ezeket a dolgokat, ők kapnak ebből a legkevesebbet. A szülők révén akár, vagy az iskolák révén mondjuk más formában, tehát biztos vagyok benne, hogy minden iskola megteszi a megemlékezést, de én várnám azt, hogy a városból sokkal többen intézményekből, és akkor sorolhatnék itt nagyon sok mindent, eljönnek az emberek, és egy kis érdeklődést mutatnak ez iránt, az ünnep iránt is. Ugyanúgy, mint a költészet napja, ugye akkor is nagyon sok mindenkit várunk, mert talán azért egy ünnepkörhöz tartozik ez a dolog. Én el vagyok keseredve, egy kicsit megmondom őszintén, de remélem, hogy ez a későbbiek folyamán sokkal nagyobb teret fog hódítani. Nagyon fontos lenne az embereknek a közösségi élményeket együtt megélni. Tehát idejönni, látni, megbeszélni, megvitatni, és valamilyen szinten kommunikálni ezekről a dolgokról. A mai világban nem kommunikálnak az emberek. Egyszerűen nincs szükségük arra, bezárkoznak, ott van az internet, ott van a tisztelet a kivételnek mondjuk, mert nagyon sokan azért színházi előadásokra eljönnek a Művelődési Házba. Remélem, hogy egy idő után eljön az az időszak is, hogy újra visszatérnek az emberek a kézzel fogható és látható és érezhető kulturális élményekhez. Az ökumenikus mozgalom kezdetei a múlt század elejére nyúlnak vissza, és egyfajta együttműködési szándék vezérelte azt, annak érdekében, hogy a vallási tradíciók ne különüljenek el egymástól. Az imahét központi gondolata a keresztény egyházak egysége, és ebben a szellemben való közös imádkozás, de az 1000 éves egyházat is ünnepeljük vele. 2019-ben az imahét igéje, az igazságra és csakis az igazságra törekedj. Az ökumenikus nemzetközi imahét a keresztény egyházak világszerte közös imahete, amely évről évre január 18 és 26-a között megtartott állandó ünnep. Az ökumené fogalma görög eredetű, jelentése lakott föld. Az egyházak olyan törekvését jelenti, amelynek célja, hogy a szétszakadozott egyházak közötti kapcsolatot erősítse. Ebben az időben világszerte közös istentiszteleteket tartanak különböző felekezetű keresztények.
imádkozó ember megírta, a keresztény ember az a világon, mint ami a lélek a testben. Hogy így gyűltünk mi össze, hogy utána ezzel az áldással, amit majd a végén kapunk, tovább menve valóban a világban a lélek lehessünk, amiben el tud mélyedni az ember, és amiben tudja érezni azt a mély örömet, hogy benne van az Isten. A mozgalom létrejötte, a 19. század végére nyúlik vissza. A mozgalom jelképe egy hajó. Az ökumené, az a teljes lakott világot, a lakott földet jelenti. És ennek a hajónak tulajdonképpen az árboca a lényeges, amely Krisztus keresztje körül jelenik meg, azaz, hogy Krisztushoz tartozunk, és Krisztussal együtt lehetünk tanulni ennek a világnak arról, hogy milyen jó az Isten, és hogy mit akar velünk. Azt hiszem, hogy az ökumenikus alkalmaknak az lehet az igazi célja, hogy minden közösség, minden felekezet a maga gyökereiből táplálkozva keresse a másikban a testvért. Én magam bevallom őszintén, hogy azt nem gondolom, és nem is hiszem, hogy egyszer majd egy nagy egyháznak lehetünk a tagjai, de azt hiszem, hogy a mellettem szolgáló lelki pásztorok azok Krisztus gyermekei, nekem pedig testvéreim. Inkább különböző színek vagyunk Isten gyönyörűséges palettáján, mint hogy egyszínűek lennénk. Kedves testvérek, ünnepi gyülekezet! Úgy illik, hogy ezen az alkalmon méltóképpen emlékezzünk és hálásak legyünk elődeinknek. Éppen 50 évvel ezelőtt voltak Komázon az első ökumenikus alkalmak. Nem ebben a rendben, és nem ebben az időszakban, mint ahogyan mi üljük évről évre, hanem a nagy héten, illetve júniusban. Március végén, 50 évvel ezelőtt, Tölgyes Kálmár, római katolikus plébános, esperes, levelet írt Demeter József református lelkésznek. Könyveink, archívum tanúsága szerint, következőkről szól ez a levél. A lelkész ige hirdetésre kérem a római katolikus templomban. Kántorukat szóló éneklésre, a lelkész fiát orgonajátékra. Akkor mindezt a presbitériumnak kellett engedélyeznie. Nem volt ez olyan természetes, mint ma. És a református presbitérium egyhangulag engedélyezte, hogy április 2-án itt ebben a templomban együtt imádhassuk az Istent. Jézusi ember az valóban több, ahogy a Zoltán lelkész testvérem is kifejtette az ő beszédében, hogy meg kell nyilvánuljon az a Jézusi ember. Tehát, hogy nem attól függ, hogy valaki hogy jár a templomba, vagy hogy mondjuk mennyire, hanem hogy meg tudja valósítani azt az életében. Az, hogy templomba járok, az hozzátartozik, mert az olyan, mint egy ölelés. Hogyha a szeretetemet ki szeretném mutatni, azt valahogy kifejezem. A templomba járás az ilyen. De a hétköznapi életemben is meg kell az nyilvánuljon, hogy én Krisztushoz tartozom, akkor találkozom az embertársaimmal, és hiszem azt, hogy ez meg is tud valósulni az, hogy ez meglátszik az emberem, hogyha valódi hívő, és úgy gyakorolja a hitét, hogy a hétköznapokban megéri. Ezen a héten lényegében a felekezetek vendégül látják egymást, de mi mást jelent? Ez a hét alapvetően a közös imádság hete, amikor imádkozunk. Egyrészt így tényleg a világ egyházért, és azokért a szándékokért, hogy mi hívő emberek egységben és testvérekként tudjunk itt élni, és azt gondolom, hogy így ez a fő hangsúlya. Benne van az is, ahogyan megéljük az egységünket, ahogyan tudunk együtt imádkozni és együtt hallgatni az igét. És benne van az is, ahogyan kicsit egymást is jobban megismerjük, egymás felekezeteit, egy-egy
közösséget, különböző közösségeket. Jó, hogy együtt lennünk, és együtt figyelünk az igére, és dicsérünk az Urat. Valóság tud lenni az, amit Jézus mondott, hogy az az ő imádsága, hogy egyek tudjunk lenni ő benne. Még ha ez a hétköznapokban nem is mindig valósul meg, de erre van törekvésünk, és itt ezeken a napokon ezt meg tudjuk élni. Ha napjainkat végig gondoljuk, akkor hogyan látjuk? Napjainkban nehéz a Krisztushoz vezető út, vagy ez soha nem volt könnyű? Pa svakako put prema Gospodu našem je uvijek težak i nema lakoga puta za prave hrišćane, jer laki putevi su loši putevi. Nema lakog puta. Igaz, hogy a mi időben a Krisztushoz vezető út az elég nehéz. De az az út, ami a Krisztushoz vezet, az mindenféleképpen nehéz. Az a könnyű út, az nem biztos, hogy az igazi út, ami minden kereszténynek szükséges. Mnogi žele da idu tim širokim putevima, koji su široki, a oni su lakši, međutim oni ne vode ka Gospodu, oni vode u jedan drugi svijet koji je daleko od Boga. Sokak azt szeretnék, hogy ugye széles és jobb utakon menjenek, járjanak a Krisztus felé, de ugye tudjuk, hogy nem mindig ezek az utak vezetnek el a Krisztushoz. Lehet, hogy rossz irányba vezetnek. Radujem se, što posle ovih praznika božićnih i ostalih koje smo imali, mogu da svim hrišćanima ovde u pomazu čestitam i novu godinu, Boldogu Jevet, minden jo. Örülünk annak, hogy ugye a karácsonyi ünnepek után és az új év után itt össze tudtunk gyűlni, és ezúton szeretnénk minden kereszténynek boldog új évet kívánni, és boldog karácsonyt, és áldást és békességet kívánni. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Az Úr áldása rajátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig, most is, mindenkor és örökké. Amen. Amen. Blagosloven je Gospodnje na vas, toko blagodati u čoveko ljubje, vseg dan je i prisno i vo vijeki vijeko. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Lehetőséget adnak arra, hogy valóban egymást megismerjük, halljunk olyan gondolatokat, amik a testvéregyházaknak a lelkészeitől jönnek, hiszen azért minden egyháznak megvan a maga nyelvezete, megvan az a mód, ahogyan a Szentíráshoz nyúl, megvannak azok a kedves helyek, gondolatok, fordulatok, amelyekhez szívesen visszatérünk, és azt gondolom, hogy a lelkünket is frissíti, hogyha új gondolatokat hallunk egymástól, és lényegében a megismerés az, ami segíthet bennünket abban, hogy egyre inkább testvérként tudjunk egymásra tekinteni, hiszen az elkülönülés azt szolgálta, hogy
hogy egyre inkább eltávolodtak a keresztény felekezetek hívei egymástól, mert nem ismerték közelről egymást, csak azok a sztereotípiák voltak, azok az évszázados áthagyományozott vádak, amelyek alapján elítélték egymást a különböző felekezetek, hogy ki miben tévedett, vagy miben volt bűnös, amiért az egyház részekre szakadt, és valójában ezt a távolságot, ezt a megismeréssel és a barátkozással lehet felszámolni. Hogyha közelről megismerem a másikat, akkor rájövök, hogy nagyon sok közös van bennünk, és a hitben is sokkal több a közös vonás, sokkal több az, ami bennünket egymással és Jézus Krisztussal összeköt, mint az a néhány különbség, amit nem szeretnék bagatellizálni, tehát nyilván, hogy ezek a különbségek léteznek, de hogy ezek nem szabad, hogy akkora taszító erőt jelentsenek, hogy ne tudnánk közösen imádkozni. És évről évre itt Pomázon nagyon szívet melengető az a tapasztalat, hogy itt valóban összejövünk és tudunk együtt imádkozni. A kereszténység üzenete véleményem szerint nem változott. Az ember mindig ugyanaz. A színfalak vagy a díszletek azok változnak, az életmód változik, a körülmények változnak az évszázadok során, de az ember ugyanaz. Az ember ugyanúgy szeretetre éhes, szeretni akar és szeretve lenni, de ugyanúgy ki van szolgáltatva sokszor az érzelmei hullámzásának, az indulatainak, ugyanúgy hajlamos bűnöket elkövetni. Tehát ezek nem változnak, csak az, hogy ezt mi módon tesszük, milyen körülmények között, milyen mondjuk manapság a modern technológiai háttér, a városiasodás, a másfajta életforma, mint mondjuk régen egy paraszti kultúrában. Tehát ezek változnak, de az ember mindig ugyanaz. Ezért az egyház üzenete sem lehet más, mint az, hogy ismerd meg az igazi szeretetet, amely Jézus Krisztusban jött el hozzánk Istentől, és ezt a szeretetet fogad be, és ezt a szeretetet pazarold magad körül, oszd. Azt gondolom, hogy az üzenet az mindig ugyanez, és ezért tud örökérvényű lenni az egyház. Ezért mondhatja azt Jézus, hogy a pokol kapui soha nem vesznek erőt rajta. Mert mindig ugyanaz az üzenet, persze ezen túlmenően nyilván az, hogy az Isten velünk van. Tehát Isten alapította az ő népét, az ő közösségét, az egyházat, és ezért Isten vele van. Tehát nyilván nincs okunk félni, még akkor sem, hogyha a különböző történelmi helyzetekben vannak olyan események, amelyek az egyháznak a hajóját azt időnként ide-oda sodorják, de az isteni jelenlét, az isteni kegyelem és az isteni üzenet és az Istennel való közösségünk, az ő szeretetében való részesülésünk az a garanciája annak, hogy ez az üzenet évszázadokon, évezredeken át is ugyanaz tud lenni. Kedves nézőink, Önök heti krónika című közéleti magazin műsorunkat látták. Nézzenek bennünket az ismétlések alkalmával is. Ne feledjék, minden pénteken 18 óra 7 perckor heti krónika. Viszontlátásra! Az ülésteremből jelentkezünk. Városunk képviselőtestületének január 23-án tartott ülését láthatják. Kedves képviselőtársaim, ezennel az ülés megnyitjuk. 8 fővel a képviselőtestület határozatképes. Koncilvia képviselőasszony jelezte, hogy késni fog, illetve a polgármester asszony az orvosnál kezd most, és akkor onnan érkezik majd ide hozzánk. De ezzel együtt határozatképes a képviselőtestület, 8 fővel, úgyhogy a kiküldött napirendekhez képest újabb, reményeink szerint sikeres pályázatokon fogunk tudni indulni. Ebből vennénk föl 2-t, és még egy harmadik napirendi pont is lesz. Az anyagban meg lehet találni, az egyebek napirendi pontban... Mondom,
az A napirendi pont lenne az Információs és Technológiai Minisztérium által kiírt illegális hulladéklerakók felszámolására egy pályázatot, ami 500 ezer és 3 millió forint közötti támogatásra lehet pályázni. Megnéztük, találtunk olyat az önkormányzat területén, tehát itt csak olyannal lehet pályázni, nem az önkormányzat területe. Erről szólna az A határozati javaslat, hogy indulnánk ezen a pályázaton. A B határozati javaslat előterjesztést teszek a pénzügyi bizottság külsős tagjának megválasztására, illetve a C napirend ennél a pontnál pedig Pest megye önkormányzata újabb pályázatot ír ki a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban. Erre egy újabb területet találtunk a vízrendezési tanulmánytervünk alapján, ahol indulnánk egy 95%-os intenzitású pályázaton. Ennek az anyagát is meg lehet találni a Középhegy, Dankó, Pista utca környékének felszíni csapadékvíz elvezetésére. Állítanánk össze egy pályázatot, és reményeink szerint, ha ez megnyerné a kiírók tetszését, akkor közel 100 millió forintot tudnánk erre a célra fordítani azon a környéken. Tehát újabb pályázatokon való indulás, illetve a külsős bizottsági tag megválasztása, ez lenne az egyebek napirendi pontban ez a három pont. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, aki elfogadja így a napirendeket, azt kérem, szavazzon igennel. Nyolc igen, nulla nem, nulla tartózkodással a testület elfogadta. Első napirendi pontunk a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, illetve két ülés között történt fontosabb eseményekről való beszámoló. Mondanám a határozat számot, ha kérdés van, kérem jelezzenek. 2/2018-as, ez ma önálló napirendként is szerepel a képviselőtestület előtt. Ez a Derapatakról szóló állami pénz megítélését jelenti. 5/2018-as, 214/2018-as, 215/2018-as, 216/2018-as, 217/2018-as, 218/2018-as, 219/2018-as és 220/2018-as. A kiküldött anyagban szerepel a 116/2018-as 6.-20. önkormányzati határozat visszavonása, illetve határozat módosításáról szóló előterjesztés. De akkor megkérem jegyzőasszonyt, hogy akkor világosítson föl minket a tűzoltósággal kapcsolatos határozat visszavonás és új határozat elfogadásáról. Tisztelt képviselőtestület, tavaly június 20-ai ülésén a képviselőtestület kiegészítő támogatást biztosított a tűzoltóság részére a 2018 évi költségvetés végrehajtásához, hiszen akkor még ugye azt a kimutatást kaptuk, hogy 2018-ban amennyiben nem emelkedik a települések által fizetendő normatíva, úgy szükség van kiegészítő támogatásra, és lakosság arányosan településünkre ennyi jutott volna. Viszont a likviditási helyzet évközben változott, és legutoljára a 2018. december 20-ai ülésükön, közgyűlésükön meg is hozták azt a határozatot, hogy nincsen szükségük 2018-ban erre az összegre, de igényt tartanának rá 2019-ben. A 2018-as évben hoztak is egy 23-as közgyűlési határozatot, amiben ugye ez szerepel, hogy a közgyűlés ezt elfogadta. Ez szerint akkor kérném, hogy szíveskedjen a képviselőtestület módosítani a 116/2018-as határozatát azzal, hogy a 2 millió 810 forintos többlettámogatás az önkéntes tűzoltóság 2019. évi költségvetéséhez lehessen igénybe venni. A költségvetést egyébként a tűzoltóság elfogadta, és ennek ismeretében majd további javaslatot fogunk tenni február 6-án a 2019-es költségvetésünk előterjesztésénél. Kérném a képviselőtestületet, hogy szíveskedjen módosítani a tavalyi határozatát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Andrásné Murányi Borbála. Természetesen, ha már nem kapták meg 2018-ban, akkor kapják meg 2019-ben. De erre az összegre 2018-ra lett volna. Nem lett volna szükség.
van a szükségük. Olyannyira hiányzott ez a pénz, tehát nem a likviditásuk nem magától javult meg, hanem attól, hogy el kellett bocsátaniuk egy embert. És nyilván annak a vére, járulékai, stb. Az akkor emiatt ugye nem került kifizetésre. Bocsánat, képviselőasszony, jegyzőasszony, ügyrendit nyomott, úgyhogy mondom, ügyrendit nyomdott jegyzőasszony, tehát a butaságai befejezését kérem, és jegyzőasszony elmondja, hogy mi a helyzet. Tisztelt képviselőasszony, mielőtt a kamerának nyilatkozik, akkor én kérném, hogy erre vonatkozólag, ami most itt az ön szájából elhangzik, erre vonatkozólag önnek bármilyen írásos bizonyítéka van? Ezt azért kérdezem, mert egyrésztről félrevezető, amit mond, kettő. Alpolgármester asszony, amikor megérkezik, akkor a múlt csütörtökön lezajlott 2019. évi költségvetés tárgyalásáról tud részletes tájékoztatást adni a tűzoltósági közgyűlés esetében, aminél világosan elhangzott, hogy 2018-ban nem voltak likviditási gondjaik, plusszal 326 ezer forinttal szerintem, ha emlékeim nem csalnak, zárták a tavalyi évet, és nem elbocsátottak embert, hanem megszüntette a jogviszonyát, és azóta sem találnak mást. Tehát mielőtt valótlanságokat állít, ismételten megkérdezem, hogy van-e erre vonatkozólag bármilyen tényszerű bizonyítéka. Ez az egyik. A másik. Tisztelettel felhívom a képviselőtestület figyelmét, hogy miután a tűzoltósági közgyűlés a 23-2018-as közgyűlési határozattal kifejezetten elfogadta ezt a megoldást, igényt tartva a tavalyi évi összegre, ide került a testület elé a módosítás. Ennek fényében akkor kérném szépen majd a határozat hozatalnál mérlegelni esetlegesen a képviselő asszony által elmondottakat és azokat a tényszerű dolgokat, ami itt a határozatban le van írva. Köszönöm. Köszönöm. Andrásné Murányi Borbála. Köszönöm szépen. Szerintem minden képviselő, nem csak én, a képviselőtestületi anyagok feldolgozása, áttekintése során tájékozódik. Akitől tud, akkor tájékozódni. Ami információ birtokára jut, azt szerintem kutya kötelessége elmondani, és nem kell közjegyző elővinni és írásba foglalni. Nekem ez a véleményem. Mindenki úgy veszi, ahogy gondolja, hogy ez mennyire komoly, mennyire nem komoly. Én tudom, hogy ez így történt. Hogy most elbocsátották, vagy megszüntették a munkaviszonyt, én most ezzel nem akarok vitatkozni, mert ezt tényleg nem tudom így, de az biztos, hogy akármelyik is történt, akkor az azt jelenti, hogy arra a hátralévő pár hónapra, amikor már nem dolgozott ott az illető, akkor sebbére, se járulékra nem kellett költeni az önkormányzatnak, tehát nyilván emiatt javult a tűzoltóságnak. Igen, az önkormányzat önkéntes tűzoltóságának, és emiatt természetesen javult a likviditása. Tehát nem kell megcáfolni azt, amit mondok, mert az úgy van, ahogy én mondom. És természetesen a határozati javaslattal ilyen módon egyetértek, ezt csak mindenképpen hozzá akartam fűzni, hogy ez sajnos az önkormányzat hibája volt, hogy nem az, tehát amikor kérte, amikor szüksége lett volna, a testület megszavazta, és akkor mégse kapták meg az összeget. Jó. Tehát ez egyszerűen szerintem tulajdonképpen még a mi önkormányzatiságunkkal is valahol szembe megy, mert mégis csak ezt döntött el a testület. Jó. Képviselőasszony, akkor én is felszólítom arra, hogy az ilyen fajta megnyilvánulásoktól egy kicsit vonja vissza magát. Egyrészt nem igaz, amit tetszik mondani, amikor a képviselőtestület megszavazta, nem a mi hibánkból nem került átutalásra ez az összeg, hanem az akkori parancsnok egyszerűen nem volt hajlandó eljönni. Érdekes módon az új parancsnok beiktatásával, az ügyek átvételével az összehívott köztestület megállapított, hogy erre a pénzre nem is volt szükség. Akkor most ki tévedett? Ki hazudott? Ki nem mondott igazat? A köztestület elfogadta, és egyébként most nincs itt... Befejezhetem? Köszönöm szépen. Egyébként most nincs itt Kon Szilvia képviselőasszony, ő elmondta múltkor is, legutóbbi ülésen, hogy önöknek semmifajta felhatalmazásuk nincs a tűzoltóságtól, hogy az ő nevükbe beszéljenek. Nincs.
mert ő elment és megkérdezte, hogy kapott-e ön vagy valamelyik képviselőtársa bármifajta felhatalmazást. Az, hogy a volt parancsnoktól önök szereznek különböző téves információkat, azok az önök hibája. A köztestület tökéletesen működik, és nincs képes, nem kérték ezt a pénzt. Kiderült, hogy nem is kellett, hogy ezt a pénzt átutalja az önkormányzat. Úgyhogy... Azért, mert... Bocsánat, elmondhatom, amit szeretnék? Ahhoz képest, hogy ön annyira ért ezekhez a dolgokhoz, nem volt ott a köztestület ülésén. Én tudom, hogy miért kell ezt a pénzt tartalékba helyezni. Hiszen a tűzoltóságnál a következő évben kértek egyfajta emelést az eddigi 25 forint per fő helyett, nagyobb emelést. És ezért mondjam, hogy ezt az összeget helyezzük tartalékba. Nem biztos, hogy minden önkormányzat ezt meg fogja adni, mert tudom, hogy van, akik nem fogják megadni ezt az emelést. Vannak olyan önkormányzatok, akik szeretnének ebből az egészből már kiszállni, mert terhes nekik ez az egész. Úgyhogy képviselőasszony rossz helyről tájékozódik, valótlanságokat mond, és butaságokat. Na, megyünk tovább. Hardi Péter képviselő úr kért. Persze. Oda kellett volna rég adni ezt a pénzt. Tessék mondani, figyelnek. Akkor először is azt javaslom, kérem, hogy ne minősítse a képviselőknek a hozzászólását. De sajnos minősíteni. Lehet nem egyetérteni vele, de minősíteni szerintem teljesen fölösleges. Azon kívül, hogy van-e fölhatalmazása egy képviselőnek a tűzoltóságtól, hogy a tűzoltósággal kapcsolatban felszólaljon, vagy nincsen, az teljesen indifferens, ez a jegyzőasszony is megerősíti. Akkor is beszélhetünk a tűzoltóságról, hogyha különösen, hogyha ugye egy napi renden szerepel, hogyha a tűzoltóságtól erre nincs fölhatalmazásunk. Mik a tények? A tények azok az, hogy akár elbocsátottak valakit, akár közös megegyezéssel szűn meg a munka viszonyát. A Pomázi önkéntes tűzoltóságon létszámhiány van. Összesen 4 dolgoznak, ha valamelyikük ott főállásban, ha valamelyikük is megbetegszik, akkor gyakorlatilag működésképtelenné válnak. Szabadságra kell menniük, vagy bármi egyéb. Hát az lehetetlen, hogy 4 folyamatosan készenlétben legyenek, hogy adott esetben, amikor a szolgálati rendszerint rájuk kerül a sor, akkor úgymond hadrendbe tudjanak állni. Ugye 5,5 létszámra mindenképpen szükség volna, de az ideális működéshez még több. Úgyhogy ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Az pedig, hogy egyes önkormányzatok azt fontolgatják, hogy ebből az egészből kiszállnak. Hát ugye itt volt legutóbb a budakalászi tűzeset, csak nem fél óra telt el addig, ameddig ugye Budapestről, illetve Szentendréről kiérte úgymond az állami tűzoltóság, vagy hát a hivatásos állomány. Nos, le is égett addig teljes mértékben ez a ház. Szerencsére nem tartózkodott benne senki, ezért életben nem esett kár. De nem kellene ezt megvárni, sokkal inkább arra kellene törekedni, hogy a állami tűzoltóság is, illetve az önkéntes tűzoltóság is tudja teljesíteni a szolgálatát. Egyébként pedig hát ugye anyagilag egy önkéntes tűzoltóság, ahol néhányan állományban vannak, de a legtöbben pedig szolgálatnak tekintik, és bérmentve végzik, tehát mindenféle az a szolgáltatás nélkül végzik a tevékenységüket. Az egy nagyon-nagyon jó, idézőjelben véve üzlet az államnak, hiszen sokkal kevesebb pénzből lesz külön. Jó. Képviselő azt, hogy egy tűzoltóság a vonulási idejében, hogy most önkéntes állami, ez talán bízunk a katasztrófavédelemhez. Ehhez én se értek, ön se. Tehát azt gondolom, hogy eldönteni, hogy most mi történt ott Budakalászon, egy Facebook posztból lehet eldönteni, de valószínűleg meg kéne kérdeni a katasztrófavédelmet, hogy mi történt ott valójában. Én azt gondolom, hogy én nem minősítettem senkit, csak elmondtam, hogy már megint butaságot mond a képviselő asszony, mert megint tájékozatlanságát hozta föl tökéletes példával, és azzal azok nevében beszél, akik nem kérték föl erre. De hát itt ül közöttünk alpolgármester asszony, aki delegáltja volt, és végigülte ezt a gondolja, akkor mondd el, légy szíves. Én csak 2 mondatot szeretnék. Megy az? Csak 2 mondatot szeretnék mondani. Ugye a jelenlegi vezetőség arra kéri a 2 képviselőtársamat, hogy velük konzultáljanak első körben, és ezt nekem a közgyűlésen mondták el, hogy ők kérik, hogy a 2 képviselő velük konzultáljon első körben, és ne így szólaljanak föl az ő érdekükben, ha az önkormányzat bármire, vagy a testület bármire kíváncsi a jelenlegi tűzoltósággal kapcsolatban, nagyon szívesen bejönnek és elmondják. Ők voltak azok most, akik olyan szinten húzták meg a költségvetésüket,
hogy minden szükséges dolgot el tudjanak végezni, és el is tudnak belőle végezni. Amit képviselőtársam mondott, hogy kevesen vannak, erről is volt szó, de azt mondták, hogy jelen pillanatban meg fogják oldani ezt a helyzetet. Amit mi komoly és aggasztó dolognak ítéltünk meg a jelenlegi költségvetésben, az kizárólag a benzinköltség ára volt, és kértük, hogy ugye mivel tudjuk, hogy az elkövetkezendő időszakban emelik a benzinköltséget, hogy erre nagyobb keretet próbáljanak berakni, és ezért ugye az önkormányzatoknak egy forinttal emelnék a jelenlegi előterjesztett árat is, tehát ez úgy fog kinézni, hogy én éppen tegnap írtam alá a következő költségvetésnél, éppen tegnap írtam alá a jegyzőkönyvet, úgyhogy arra kérem önöket, hogy kérjék meg a jelenlegi vezetését a tűzoltóságnak, hogy küldjen önöknek ezeket az iratokat, és akkor abból tájékozódhatnak, és nem azok alapján kell tájékozódni, hogy ez ezt mondta, az azt mondta, konkrét tényekkel jöjjenek ide, kedves képviselőtársaim. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jegyzőasszony kért szót, parancsolj. Jó, én visszatérve az eredeti határozathoz, az abban foglaltakat változatlanul fenntartom. Képviselőasszony állításával ellentétesen semmilyen likviditási gondja nem volt tavaly a tűzoltóságnak. Az, hogy egyébként miért nem töltötték be az állást, és úgymond az egyik fő távozása után 4,5 hónapig miért nem volt betöltve az az állás, és így miért keletkezett bérmaradvány, az pedig véleményem szerint ugye a köztestületnek, a vezetőjének úgymond a kötelezettsége, felelőssége, viszont tagadhatatlan, hogy ezáltal pozitívba ment át az ő költségvetésük. Megjegyzésül hozzátenném, hogy ez természetesen nem ellentétes az önkormányzatisággal, képviselőasszony minden bizonnyal ismeri azt a mondatot, azt a szót, inkább két szót, a felelős gazdálkodás. Na, ezt így hívják. 3. A parancsnok aláírása nélkül nem utalhatok támogatást, ez az ön részére decemberi ülésünkön elmagyaráztam. Arról nem tehetek, hogy az akkori parancsnok nem írta alá az önkormányzati tűzoltóság képviseletében a támogatási szerződést, és így nem is került sor az utalásra. Viszont így világossá vált ugye már december hónapban, hogy nincs is szükségük erre, és ezt a pénzt az önkormányzat nem kebelezte be, úgymond a tavalyi maradék kapcsán, hanem idehozta a képviselőtestület elé, és 2019-ben is a tűzoltóság részére rendelkezésükre bocsátja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor a határozati javaslat harmadik hozzászólás már sajnos nincs, képviselőasszony. Hát a határozati javaslatot szavazunk először, ami itt van önök előtt, a 116/2018-as határozat módosításával kapcsolatban. Aki egyetért, az képviselő, mit szeretne még? Hát már lezártam a vitát. Lezártam a vitát. Maradjunk ennyibe, jó? Időben kellett volna jelezni. Jó, én vezetem a... Jó, oké. Én vezetem a vitát, úgyhogy most már erről nem kap több lehetőséget hozzászólni. Meghallgattuk balról, jobbra, jobbról, balra, amiket próbált. Hát... Egyszer Antal József mondott egy mondatot, hogy nem szeretném mindig idézni. Na... Most erről a határozat visszavonásáról és az új határozatról szavazunk, a 116/2018-ról. Aki elfogadja, az kérem szavazzon igennel. Igen, utána külön szavazunk az egész egyes napi rendről. Na, akkor szavazunk. A 116/2018-as határozatról. Kilenc igen, nulla nem és nulla tartózkodással a testület elfogadta. Akkor most az egyes napi rendről szavazunk egészben. Aki elfogadja, az kérem szavazzon igennel. Hét igen, egy nem, egy tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. Szép volt. Kettes napirendi pontunk következik, nemzetiségi önkormányzatok megállapodásainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Képviselő azt mondja, ehhez kívánna hozzászólni? Akkor tessék kikapcsolni a gépet. Ott. Köszönöm szépen. Tehát az első együttműködési megállapodása német nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos. Ehhez van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki elfogadja, azt kérem szavazzon igennel.
Köszönöm. 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás a testület elfogadta. Következik Pomázváros önkormányzat és a pomázi szerb nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos együttműködési megállapodás. Itt van egy kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki elfogadja, azt kérem szavazzon igennel. Kilenc igen, nulla nem, nulla tartózkodás a testület elfogadta. Hármas napi rendünk következik, együttműködési megállapodás felülvizsgálata az önkormányzat intézményeivel, munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. Jegyzőasszony, kért szót, parancsolj. Tisztelt képviselőtestület, egybe szavaztatja polgármester úr ezt a napi rendet. A Hétszínvirág óvodával kötendő munkamegosztás és felelősségvállalási megállapodásnak a hatodik oldalán a második bekezdésben egy fél mondat benne maradt, az a szöveg törlendő, hogy jogosult az előirányzat módosítások felhasználására. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás van-e a határozati javaslathoz? Nincs. Aki elfogadja ilyetén formán az együttműködési megállapodások felülvizsgálatát, azt kérem, szavazzon igennel. Kilenc igen, nulla nem, nulla tartózkodás a testület elfogadta. Következik négyes napirendi pontunk, Pomász Hétszínvirág óvoda és bölcsőde intézmény egységeiben a nyári zárvatartás elfogadása. Ezt tegnapi nap folyamán a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Igen. Igen. Jó, köszönöm. Ezzel kapcsolatban a nyári zárvatartás elfogadásával kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki elfogadja az előterjesztést, azt kérem szavazzon igennel. Attila nem szavazott? Igen. Tudom. 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás a testet elfogadta. Következik Pomáz Hétszínvirág óvoda és bölcsőde beiratkozásának időpontjának meghatározása. Ez szintén a tegnapi bizottságon elfogadásra került. Kérdés, hozzászólás van-e ehhez az anyaghoz? Ha nincs, aki elfogadja, azt kérem szavazzon igennel. Köszönöm szépen, 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás a testület elfogadta. Következik Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2019 évi üzleti tervének elfogadása. Ez bizottságon volt, elnök úr. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság megtárgyalta, és beszámoltuk róla, hogy a Zenekastélyban a felügyelő bizottság is megtartotta az ülését, és a három felügyelő bizottsági tag meghallgatta Dikács Péter urat, aki beszámolt nekünk az üzleti tervéről, az elmúlt évről, és a döntésünk az elfogadással javasoljuk az önkormányzatnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jegyzőasszony, kért szót. Tisztelt képviselőtestület, a többi képviselő számára mondom, hogy a 4/2019-es határozatával a pénzügyi bizottság úgy határozott, hogy feladatul adja az ügyvezető úrnak, hogy ebben az évben megfelelő hírverés mellett szervezzen két alkalommal ingyenes szabad kastély látogatást, és ennek eredményéről a látogatott pontos számáról pedig számoljon be a bizottság részére, tehát valószínűleg a testület elé fog kerülni még egyszer majd, ha más nem egy tájékoztató formája. Ennek az eredménye. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jó. Dikács úr, kiegészítés az anyaghoz? Vagy a kérdésekre majd? Jó. Jó, akkor a felkészülési idő elindult, úgyhogy az első kérdező Andrásné Murányi Borbála. Köszönöm szépen a szót. Üdvözlöm Dikács urat, bár beszéltünk pár nappal ezelőtt. Ezzel kapcsolatban, amit ott elkezdtünk megbeszélni. Bocsánat, mikrofonba kellene, mert ez most... Mikrofonba igen, beszélek. Igen, fontos lenne. Igen. Későbbi perek miatt. Elkezdtünk arról beszélni, hogy a kastélynak ugye a kulturális feladatainak az ellátásán gondolkodik ön is, hogy hogyan lehetne ezt jobban kiterjeszteni, hiszen ez benne van ugye az alapító okiratban is, mint egy fontos, elsődleges feladat, és annak kapcsán merült fel az előbbi jegyzőasszony által meghatározott módosítás, hogy mikor mehetnek oda, és milyen
programra ugye a Pomáziak. Most ezzel kapcsolatban én csak azt szeretném mondani, hogy időközben a Közösen a Városunkért Egyesület egy megbeszélést tartott, és nagyon örömmel ki fogunk dolgozni egy ilyen előterjesztést, vagy hát először önnek egy javaslatot, hogy milyen programokat tudnánk elképzelni, ahol a mi civil szervezetünk is, ugye itt volt egy másik civil szervezetnek a vezetője, és ő is nagyon örült ennek, és ő is csatlakozna ehhez, úgyhogy én úgy gondolom, hogy van remény, hogy ha tudunk együtt dolgozni, hogy közösen ezen jelentősen tudunk változtatni. Jó, köszönöm szépen. Hardi Péter képviselő, mint Közösen a Városunkért Egyesület. Köszönöm szépen, polgármester úr, a szót. Amikor két nappal ezelőtt Dikácz úrral beszélgettünk a bizottságülésen, ugye akkor kérdeztem, hogy a Sapezó Kft-től miért éppen 7.560.000 forint a remélt bevétel, miért ennyit tervezett be, és hát ugye emlékszik rá végül is azt, hogy miért éppen ennyi. Most időközben megnéztem a tavaly előtti Sapezó befizetést, illetve hát az akkori üzleti tervet, és ugye 2017-ben 7,2 millió forint volt, tavaly 7,5 millió forint volt. Most ehhez képest ugye 60 ezer forintos az idei emelés. Ez van a mérleg egyik serpenyőjében. A másikban pedig ugye a városnak minden évben a költségvetésben a hozzájárulása a Zenekastély Nonprofit Kft-hez, a rezsiköltség, ami ugye tavaly előtt 7 millió forint volt, tavaly 10 millió forint volt, idén nem tudom mennyi lesz, majd kiderül a költségvetésből. Ugyanakkor azt is lehetett olvasni a beszámolója, bocsánat, az üzleti tervében, hogy évről évre sikeres az esküvői rendezvényeknek a lebonyolítása. Ugye erre az évre 18-25 esküvőt terveznek. Nyilván ennyit már foglaltak, tehát ez egy megalapozott remény, hiszen jól tudjuk, hogy a esküvőszervezés, illetve az esküvőknek mostában nagyon sok esküvő van, tehát nyilván ezeket már le is foglalták. Na most azt hiszem, aki meg a családjában volt esküvő, az enyémben volt, az ugye, hogy ez bizony nem egy olcsó mulatság, több millió forintba kerül egy teljesen átlagos vendégsereggel rendelkező esküvő. Nyilván, hogy ennek a sapezók ezekből az esküvő rendezésekből a sapezóknak tisztes bevétele van. Ez teljesen természetes, ebben semmi gond nincsen, hiszen egy üzleti vállalkozás, ami kevésbé természetes számomra, hogy mindössze 7,5 millió forinttal, pontosabban 7 millió 560 ezer forinttal fog idén hozzájárulni, illetve fog annyit befizetni a város költségvetésébe. Miközben a város, hát gondolom, hogy megint egy 10 millió forintot viszont kifizet. Most ugye a rezsiköltségek azok sok összetevőből származhatnak, de hát ugye ott a konyha az vélhetően nem tévedek nagyot, ha azt gondolom, hogy tekintélyes részét viszi a rezsinek. Nyilván fűtés is van a szállodai szobáknak, meg nyilván más is van, de a konyha az nyilván egy energiaigényes üzem. Úgyhogy én azt javaslom, azt kérem, és a kedves képviselőtársaimtól is azt kérem, javaslom, hogy az üzleti tervet ilyen formában ne fogadjuk el, hanem kérjük Dikácz urat, hogy tervezzen be legalább ennek a rezsiköltségnek a felét, tehát 10 millió forintnak a felét, 5 millió forintot még tervezzen be, tehát emelje meg a sapezokkal a lehetőségét annak. Ugye a szerződés, gondolom, mert ezt a jegyzőasszony elmondja, hogy kiköti, tehát hogy a kinek kell azt ellenjegyezni. Mindegy, a lényeg az, hogy legalább 12,5 millió forintot fizessen be, bérletként a sapezó, és akkor nyilvánvaló, hogy a városnak közpénzből pedig kevesebbel kell hozzájárulni a rezsiköltséghez. És szerintem ez egy teljesen tisztes javaslat, hiszen olvasok az üzleti tervben, hogy az esküvőket rendeznek, és hát a borjában szép bevétel van. Úgyhogy ezt javaslom. Köszönöm szépen. Egyszerű. Jegyzőasszony. A képviselő úrnak akkor lesz majd egy módosító javaslata, egy módosító indítvány, amiről szavaz a testület. Azért, hát majd, hogyha azt akarja a képviselő úr, majd azért várjuk meg, hogy kimondja. Ja igen, bocsánat, akkor ez módosító indítványként tekintendő? Ja, a képviselő azt mondta, hogy ne fogadjuk el, dobjuk vissza. Amennyiben, és ahhoz ez...
mikrofon? Nem, nem kell, halljuk így is. Jó, tehát ezt kérem, hogy ezzel szépen a segítségünk, hogy ezt azonnal lehet-e módosítani, és igen, akkor egy módosítója is. Hát ön tegyen egy módosítót, ha akar. Igen, nem lehet azonnal módosítani, akkor egyelőre megyünk, ha lehetséges, hogy azonnal a testület erről döntsön, akkor igen, akkor egy módosító javaslat. Akkor módosító javaslat. Mégis igazad volt, jegyző azt. Jó, tehát tesz. Az üzleti tervet ugye mindig az ügyvezető terjeszti elő. A mostani előterjesztésben természetesen a képviselőtestület előírhatja számára, hogy nem fogadja el az üzleti tervet, feladatul adja neki, és ez az ön módosító indítványa szerint megy. Amennyiben ezt a testület megszavazza, úgy javaslom, hogy megfelelő határidőt tűzzenek arra, hogy az ügyvezető úr akkor kidolgozza ennek a feltételeit. Ugyanakkor felhívnám a képviselőtestület figyelmét a következőkre. A Teleki Vattai kastélynak az éttermét idézőjelben most már jó pár éve ez a cég üzemelteti. Előtte az ügyvezetők próbálkoztak pár működtetővel, egyik sem vált be. A konyhának a működése az évek során, az étteremnek ugye a működése, nyitvatartása is sajnos változott, hiszen az világosan kiderült, és ebbe szerintem ügyvezető úr is meg tud erősíteni, hogy nincs olyan igény, hogy itt hétköznap is nyitva tartson ez az étterem. Tehát az, hogy most az utolsó évben már tavaly is többször volt, hogy ugye hétvégén nyitva tartott, nem tudom mikortól állandósult a nyitvatartás, vagy ezt elmondja, ez egyáltalán annak köszönhető, hogy üzletprofilt váltott a szerződő partner, és megpróbált egy olyan tematikus éttermet létrehozni, amire Pestről is, máshonnan is ide jönnek a vendégek, mert hogy a pomáziak nem töltik meg úgy, hogy rentábilis legyen. Természetesen mondhatja a képviselőtestület, hogy 15 milliós bérleti szerződést kössön, mondhat 20-at is, vagy 50-et is. Az üzlet a piaci alapon alapul. Tehát amennyiben ennek a vállalkozónak nem éri ez meg, akkor természetesen azt mondja, hogy nem éri meg, és akkor mi ott leszünk egy étterem nélküli vendéglátóipari egység, kialakított vendéglátóipari egységgel, egy olyan szállodai szolgáltatással, ahol még reggelit se tudunk adni a vendégeknek, plusz a már bevállalt esküvők tekintetében ugye fölmerül a kérdés, hogy akkor az hogyan tovább. Amire fölhívnám még a testület figyelmét, az úgynevezett esküvők kérdése. Az esküvői bevételek külön soron szerepelnek az üzleti tervben a szálláshelynek a rovat részén, tehát oda a szállodai éjszakákba bele vannak számolva azok az esküvői éjszakák, ahol ittalvós, tehát lekötik a vendégek. Ezen túlmenően az esküvőkből eredő bevétel 99%-a az étteremé, hiszen ő biztosítja a catering szolgáltatást, ő biztosít minden egyebet. Mi az önkormányzat bevétele? Egyrészt nem szabad elfelejteni, hogy az anyakönyvvezetői teremnek a bérbeadása, ami a mi bevételünk, plusz a parknak adott esetben a fotózás céljára biztosítása, illetve egyéb olyan szolgáltatás biztosítása, amit a magától, a mi KFT-től rendelnek meg a házasulók. Tehát ez egy elég összetett kérdés. Én nem tudnék erre most kapásból olyan javaslatot tenni, hogy akkor milyen bérleti szerződés felülvizsgálatot tegyen az ügyvezető úr, de hát képviselő tett egy módosító indítványt, úgyhogy ez szerintem maradhat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dikács úr kért szót. Köszönöm szépen, szép napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Először a képviselő asszonynak válaszolnék. Természetesen én is gondolkoztam a hétfői bizottság ülés óta. Meg fogjuk szervezni ezt a két napot, várom az ötleteket, javaslatokat. Viszont azt, ahogy elmondtam, hétfőn is, tehát a kastély nyitva mindenki előtt, bárki bármikor bejöhet. Ugye, ahogy megbeszéltük, van egy 22 négyzetméteres emlékszobánk, amit bárki bármikor megtekinthet. Abban az esetben történhet olyan, hogy nem tud bejönni az illető, vagy finoman jelzik neki, hogy sajnos most nem aktuális, mikor éppen egy olyan rendezvény van a házban, aki nem kevés pénzt hagy ott. De természetesen ki fogjuk dolgozni ezt a kettő darab. Én tavaszt is egy őszire gondoltam, és valószínűleg az őszit össze fogom kötni a Vattai emléknappal, a Bátonyi úrral beszélek, és hogy próbáljuk meg az ő rendezvényét is népszerűsíteni, ezáltal ő történelmileg is hozzá tud tenni, és akkor meg tudjuk mutatni a kastélynak azon területeit, ami biztonságosan látogatható, mert ahogy jeleztem, ugye a mínusz 2-es szinten van, ami terület le van zárva, és van, ami sajnos veszélyes, mert nincs olyan világítás, szellőzés, stb. Visszatér a képviselő úrnak a
a felvetésére. Ahogy elmondtam ezt is hétfőn, ez a 630 ezer forint, ha egyik oldalon nézzük kevés, a másik oldalon nézzük sok. A háznak a rezsije nem miattuk annyi, hanem azért, mert ez egy 2000 négyzetméteres háromszintes épület, amit fűtenem kell folyamatosan. Megpróbálkoztam azzal, hogy levettem a fűtést, sokkal, de sokkal nagyobb energiát és többe kerül a házat fölfűteni, mint egy szinten tartani egy temperálást. Azon dolgozok, hogy minden egyes pillanatban tudjunk vendéget fogadni. Nekem én azt mondanom, hogy sajnos hideg van, és nem tudok vendéget fogadni. Ugyanúgy ez már az elmúlt években többször szóba került, sajnos a háznak az energetikai tanúsítványa, tehát már nyílászárok szigetelésünk egyelő a nullával, tehát ez a rezsiköltségek magasságának, ezt mondom, ez egy fő alapja, hogy nem tudom azt tenni a villannyal, a fűtéssel, hogy lekapcsolom, ugyanis ez egy nyitott ház, ide bárki bármikor bejöhet, a kertet világítanom kell, ugye ezt is elmondtam már tavaly évben, a zeneiskola világítása is a kastély villanyórájára van kötve, tehát a komplett egész területnek a világítása, ami a parkban lévő és az úton lévő kandeláberek, az is a mi villanyóránkról megy, az is ég folyamatosan. A fűtéssel meg megint csak, tehát ezt nem tudom azt, hogy szobánként befűtök, ha még tudom azt, hogy csak egy szobával jön vendég, ugyanúgy fűtöm a 15 darab szobát, ugyanúgy fűtöm a pince szinten, természetesen a radiátorok vissza vannak véve úgymond csak temperálásra, de sajnos a szigetelésnek köszönhetően nem tudjuk máshogy komfortosabban fogadni a vendéget, ezt muszáj égni a villanynak, muszáj menni a fűtésnek. A bérleti díjjal kapcsolatban természetesen, ahogy elmondtam, a bizottság ülésen is kereshetünk, nézhetünk, természetesen jöhet más, én nem ragaszkodok a Sapezó Kft-hez, csak úgy gondolom, hogy a mai gazdasági helyzetben nem fogunk találni olyan bérlőt, aki kifizeti ezt az összeget. A másik, hogy amit a jegyzőasszony említett, ez a szakaszos úgymond hétvégi, illetve rendezvényi nyitvatartás. Ez egy hónapban most azt mondom, hogy ugye a 3-4 hétvégét veszük plusz a pénteki napot is, mert ugye az alapból 12-13 nap, és emellé még esetleg, hogy 15-18 napot vagyunk nyitva, amint vendéglátó egység. Ez ugye előfordulhat tényleg rendezvény függően, hogy esetleg többen, vagy kevesebben egészségünk. Ehhez hozzátartozik az, hogy ugye ahogy mondtam is, hogy tematikus menükkel fogja válni, 4500-4900 forint, három fogás. Úgy gondolom az a mai világban, ez egy elfogadható, nem kell beautózni Pestre, jó minőséget tudnak adni, harmadjára bejutottak ugye a legjobb öt étterembe, ezt is elmondtam már. Minden esküvünk, minden rendezvényen meg vagyunk elégedve, nagyon sok olyan e-mailt kapok, hogy köszönik. És tehát a minőségre nekem nincs panaszom. Én is szeretnék több pénzt tőlük, de ha megnézzük az éves átlagot, azt gondolom, hogy a mai viszonyokhoz képest ez egy elfogadható összeg. Emellett még csak annyit hozzátennék, hogy mivel a vendéglátás a szállással szorosan összefügg, pontosabban nem tudunk létezni nélküle, a mostani csomagokat úgy tudjuk értékesíteni, hogy félpanziót adunk, ugye reggeli vacsorán. Ezt a Sapezó Kft. A két éjszaka, tehát három nap két éjszakára, ugye félpanzióval, tehát két reggeli, két vacsora, négy főre, 9600 forintért biztosítja a kastélynak. Szerintem nyersanyagáron jön ki. Megint csak azt mondom, hogy ez egy nagyon jó és gazdaságilag egy jó szám. Az esküvői számokra visszatérve, igen, ebből már van, ami le van foglalva, van, ami az elmúlt évek tapasztalat alapján még jönni fog hozzá, mert tudjuk, hogy van olyan, hogy beesik esküvő, van, hogy őszi esküvőt csinálunk, ugye télen is nincs szezonhoz kötve. Viszont, ahogy a jegyzőasszony is elmondta, az esküvői bevételből mi a szállást bevételünk, ami fontos. Zömében ki is veszik, és azt mondom, hogy 90%-osan az esküvők ki is használják a szállás kapacitásunkat. De hozzátartozik az is, hogy az esküvő nem csak 100 meg 120 fő és több millió forint, hanem az lehet 30 fő is, lehet 40 fő is, lehet egy délutáni esküvő, lehet egy ebéd, lehet egy szolid vacsora, tehát nem mindegyik több millió forintos rendezvény. Azt mondom, hogy ennek az aránya a tavaly előtti, az elmúlt három évben azt mondom, hogy körülbelül 50-50%. Már nincsenek ezek a 120-130-140 fős esküvők. Az átlag az a 80-100 fő a nagyobb, a kisebb pedig 40 és 50 fő között mozog. Köszönjük szépen. Andrássy Murányi Borbál másodszor. Köszönöm szépen. Jó, a civilek részéről el is fogadom a válaszát, úgyhogy majd fogjuk keresni. Viszont itt, mielőtt a módosító indítványt megszavaznánk, én a képviselőtársaimat szeretném egy kicsit gondolkozásra késztetni, és csak úgy eszembe jutott, én is utána számoltam, hogy ugye itt 18-25 esküvő, ez még terv, tehát még több is lehet, de mondjuk számoljunk 25 esküvővel. Én nem
nem is 120 személyes esküvőkre gondolok, ami már tényleg valószínűleg ritka, de akár egy 40-50 fős is, vagy egy 60-70 fős is, az mi családunkban is volt olyan, Péter családjában is. Tudom, itt a kastélyban? Ez olyan 2-3 millió forint körül, akkor is benne van, és nem a vendégek szállásolása, hanem tényleg a vacsora, meg egyéb. Most, hogy ezt kiszámoljuk, 2 millió forintjával a 25 esküvőt, az 50 millió forint. Jó, ha már 3 millióval számolunk, 75 millió forint. Tehát a sapezoknak, ugye ez azt jelenti, hogy ennyi bevétele van, és akkor ez még csak a 28 nap esküvő, ez mondjuk bevétel természetesen, most nem beszélek az ő költségeikről, de hát azért ez mégiscsak azért, hogy a képviselőtársaim is lássák, hogy ez körülbelül hogy működik. Ugye még ezen felül van a szokásos, ezek szerint csak hétvégi, ezt én sem tudtam, hétvégi éttermi tevékenység, meg ugye az egyéb akciós ajánlatok. Azt látom én is, hogy az akciós ajánlatok valószínűleg veszteségesek az ő részéről. Na de hát valószínűleg busásan kárpótolja őt az esküvők, vagy akár a hétvégi átlagos éttermi vacsoráknak a költsége. Most ezzel az a gondom, hogy itt nagyon jól jár a vendég, ami helyes. Jól jár a sapezók, lejárt nem az jól idő. Jár az önkormányzat. Lejárt az idő. Lejárt, ezen gondolkozom. Lejárt az idő. Képviselő asszony, az a baj, hogy most megint arra kezdünk hajazni, hogy elkezdünk valakinek a zsebébe turkálni, legalábbis önök. Mert ez önöknél ez ilyen divat, hogy amit hoz az önkormányzat, az nem jó, a másik oldalon meg minden tuti, amit önök kitalálnak. Most itt tetszett dobálózni, hogy az önök családjában volt nemrég esküvő, ami 3 millió forintos esküvő. Nem, de ugye nem itt tartották Pomázon, ugye? Sajnos, tehát az igazi lokálpatrióta a gyerekei esküvőjét elviszi Pomázról, még ha képviselőnek is hívják. De akkor sem Pomázon volt képviselő az, hogy most pont egy olyan intézményt és egy olyan vendéglátás szid, aminek még a szolgáltatásait nem vette igénybe. Lett volna rá lehetőség, hiszen tetszett mondani, hogy több millió forintot kifizetett, hagyj fejezzem már be. Legyen kedves befogni a száját, ha én beszélek. Jó? Engedje már meg, hogy végigmondjam. Tehát ön elköltött több millió forintot a gyermekei esküvére, örülök neki, de nem Pomázon. Tehát lehet, hogy a sapezok ajánlata sokkal jobb lett volna, és mint igazi lokálpatrióta esetleg Pomázt is segíthette volna ezzel. Tehát megint odáig jutottunk, hogy elkezdtünk egy vállalkozó zsebébe turkálni, és följött az ötlet, hogy emeljük meg 50%-kal, emeljük meg 300%-kal. És hogyha a szolgáltató azt mondja, hogy köszöni szépen, ennyi elmegy, akkor mi van? Akkor megint ki lesz a hibás, hát természetesen az önkormányzat, aki az eddig jól működő vállalkozót elzavarta azért, mert valakinek az agyába kipattant egy szikra, hogy emeljük meg 50%-kal. Én ezt abszolút nem tudom támogatni, ez akkora butaság, egy olyan meglévő rendszer felrúgása, és el lett mondva, hogy nem az étterem viszi el a rezsinek a költségének a jelentős részét, hanem az, hogy van a kastélynak egy 800 négyzetméteres szigeteletlen teteje. Aki lakott már szigeteletlen házba, vagy szigetelt már házat, az pontosan tudja, hogy szigetelés után a fűtési költség mennyivel csökken. Itt elődeink, mikor megépítették, kihagyták. Elődeink, mikor megépítették, kihagyták az ablakok cseréjét is. Ami, ugye Péter elvégeztetett egy ilyen tanulmányt, hát nullás igazolás nincs. Tehát egyszerűen a legrosszabb szintű a kastélynak a hőszigetelése. Ahhoz, hogy ehhez hozzá lehessen nyúlni, ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni, több 100 millió forint kellene. Az állam nem tesz bele ennyit, illetve most éppen azon dolgozunk, hogy remélhetőleg talán lesz a Pest megyei önkormányzatnak egy olyan pályázata, amin, hogyha a megfelelő feltételeket tudnak biztosítani, akkor talán Pomák tud indulni. És ez lenne az első, amit kijavítanánk. A hőszigetelés, az ablakok cseréje jobbá, komfortosabbá tennénk. Pontosan azért, de ez csak állami pénzből lehet, hiszen itt több 100 millió forintról van szó, hogy jobban kifizetődő, jobban élhetőbbé váljon a kastély, és kevesebb önkormányzati forrás kell hozzátenni. És megint visszatérünk arra az eredeti történetre, amit most már önök nem mernek elmondani, de sokszor hangoztatták, hogy minek Pomáznak kastély. Azok, akik pomáziak, azoknak ez egy szívügye, hogy Pomázó legyen kastély.
még akkor is a ráfizetés. Ezt mindenki tudja, hogy egy ilyen típusú vállalkozás, ez soha nem lesz rentábilis, ráadásul non-profit KFT-ről van szó, ez nem is lehet. Én is örülnék, hogyha egyszer elérnénk azt a szintet, hogy a rezsitámogatást sem kell odaadni, és a kastély önerőből tud fejleszteni, kertet építeni, wellness részleget építeni, de hát vannak adottságai ennek a pomázi kastélynak, és én mondjuk azért annyira nem értem, hogy mondjuk az önök egyesülete a bejárással mennyi új plusz ötletet tudna hozni, eddig is nyitva állt a lehetőség ötleteket. Ugyanúgy meghallgattuk az elmúlt években ezeknél a beszámolóknál, hogy önöknek lennének ötletei, azóta se keresték meg Dikácz urat. Most gondolom az lesz majd, hogy a csapata, hogy szokott, ahogy pomázó szoktak tevékenykedni, ha éppen nem tüntetnek, vagy sztrájkolgatnak, vagy próbálnak, vagy izaurát játszanak, akkor majd lerohanják a kastélyt, és akkor majd végig trappolják, aztán lehet takarítani, és utána elmondják, hogy hát ezt kéne csinálni azt, persze pénz erre nincs, csak ötlet, azt megoldja meg az önkormányzat vagy a kastély. Így ennyit erről. Jegyzőasszony, kérd szó. Jó, én akkor még mindig visszamennék az előterjesztéshez, és mondjuk a légvárak helyett azért én a valóságra hívnám fel a figyelmet. Ha megnézzük az egyes számú mellékletben a KFT ügyvezetője által kimutatott költségvetés, miből tevődik össze? A bevételek tekintetében a legnagyobb fix szerződésen alapuló bérleti díj alapján a legnagyobb úgymond bevételt termelő a Sapezok KFT bérleti díja, hiszen az 7 millió 500 ezer forint. Ennél sokkal kisebb az összes többi, mondjuk zenei rendezvény, György Ádám kurzusok, zenei csoportok 5 millió 8-al. Tehát jelen pillanatban ugye ami valósághoz, mert hát egy költségvetésnek talán a valóságon kellene alapulnia, ugye a meglevő szerződést figyelembe véve ennyi bevétel fixen bejön. Na most az esküvőknél a mennyi lehet a bevétel, az meg szerintem a fikció kategória, hiszen ha itt terveznénk költségvetést, akkor az már régen rossz lenne. Tehát maradjunk csak a szikár tényeknél. A rendezvényi szállás bevétellel 5 millió 200 ezer forintot tervezett az ügyvezető úr, ugye nem tévedek, hogy ez az előző évi tényen alapul. Tehát ez egy szabályos költségvetési tervezés. Na most biztos vagyok benne, ha egyébként valamilyen csoda folytán 210 darab esküvőre kerülne itt sor, és minden nap esküvősök loholnának egymás nyomába, akkor ez a bevétel, ez emelkedne, tehát visszakerülne a testület elé, mert azt mondaná ügyvezető úr fél évkor, hogy jóval nagyobb a bevételi lehetősége, itt van fixen landolt a számláján x millió forint többletbevétel, és ez szerint módosítja az üzleti tervét, és az ide kerül a képviselőtestület elé. Tehát én azt kérem a képviselőtestülettől, hogy maradjunk a tényeknél, maradjunk az előző évi tényadatoknál, és a 2019. évi üzleti tervet az előterjesztettek szerint szíveskedjenek elfogadni, azzal, hogy értelemszerűen amennyiben bármilyen alapvető módosulás van, úgy ügyvezető úr vissza fogja hozni, nem csak a felügyelőbizottság elé, hanem a képviselőtestület elé is. Köszönöm. Köszönöm. Hardi Péter másodszor. Köszönöm, képviselő. Jó. Köszönöm szépen, polgármester. Azért arra kíváncsi volnék, hogy mikor hallott az én számból olyat, hogy a kastélyre nincs szükség. Azt nagyon sokszor elmondtuk, hogy a kastély felesleges. Nem jól működik. Meg hogy felesleges pénzkiadás, igen. Árok jelentésre alapozva állítottuk, hiszen ott egy komoly tanulmányban lehetett olvasni, hogy mi minden hibázik a kastélynak a működésében. Ugye nyilván polgármester úr erre emlékszik. Szeretném kérdezni Dikácz úrtól egyik, hogy a zeneiskolának ugye említette, hogy az áram ellátása, illetve a kastély ellátása az egy villanyóráról megy. Csak a kert. A kert. Csak a kert. Tehát a kinti kandellából. Értem. És hogy azért a klik valamennyi pénzt utal-e át az önkormányzatnak? Nem. Jó. Nem. Jó, köszönöm szépen. A másik kérdésem pedig Dikácz úrhoz, hogy a megítélése szerint az étterem, az a rezsiköltségnek hány százalékát viszi el? Nem tudja megítélni. Elképzelésem sincs. Gőzöm, hogy masz. Mert én azt gondolom, hogy az volna méltányos, hogyha azt az összeget, azt kifizetnék, és ugye azt nem a városnak kellene pótolni a zenekastély non-profit Kft.-nek az éves költségvetésében.
Én azt gondolom, mivel ugye hát azért a konyha... Persze, úgy bérelj, so, hogy tudom azt nagyon jól, hogy ugye nyilván a fűtés is tekintélyes rezsiköltséggel jár, de hát egy ilyen konyha is, különös, hogyha ilyen sokat használják. De nem használják. Éttermi szolgáltatásra, azért az legalább a felét elviszi. De ha a dikátszúr azt mondja, hogy nem a felét, hanem 40%-át, 60%-át, ezen érdemes gondolkodni. De hát nem tudjuk, hogy mennyit, csak azt tudjuk, hogy van egy nagy bevétele, kell egy nagy bevételének lenni, hiszen nagy rendezvényeket tart. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy na és akkor a rezsit pedig fizesse ki magának, vagyis a... Képviselő úr, vége. Ja. Ilyeneket, mielőtt még Dikácz úrnak, meg a többi hozzászólónak is megadnám, tehát ilyeneket hogy lehet mondani, hogy ki kéne számolni, hogy a konyha mennyi rezsit termel? Tehát akkor szeretessünk be külön órákat csak azért is, hogy egy vállalkozót meg tudjuk neki mondani, hogy de a kastély egyben üzemel. Tehát a konyha az esküvő idején is egyben, amikor hétvégén van konyha, akkor is. De van olyan hétköznapi nap, hétfőtől csütörtökön, akkor nem üzemel a konyha, csak ha reggeliztetni kell. Tehát ilyeneket szétszedni nem lehet. A kastélynak van egy egyben üzemeltetési költsége. Lehet ezen okoskodni, lehet ezen a kákán is csomót keresni, hogy akkor hogy verjünk alá egy kedves vállalkozónak, aki próbál itt segíteni az önkormányzatnak úgy, ahogy amennyire tud. De hát tényleg ezt nem, sokszor nem értem ezt a fajta hozzáállást. Jó, Ternoszki Béla elnök úr kért szót. Nem kapja meg. Köszönöm szépen a szót. Én tulajdonképpen csak azt szeretném megkérdezni, mielőtt a módosító javaslatról szavaznánk, hogy valós-e az, hogy Dikácz úr nem tudta megmondani, hogy miért ennyibe határozta meg a bérleti díjat? Ezt Dikácz urat is kérdezem, hogy tényleg ez így hangzott, hogy nem tudja, hogy... Ez úgy mondhatom, mondja. Ez úgy hangzott el, hogy a képviselő megkérdezte, hogy mi alapján a kiszámolásak az OKFT bérleti díja, és én azt mondtam, hogy én megörököltem, mivel ugye átvettem folyamatában már egy évi szerződést a Sapezó Kft-re. Én az elmúlt 4 évben emeltem, amennyit tudtam a bérleti díjon, és ezért mondtam, hogy az alapokhoz képest nem tudom, hogy hogy lett meghatározva a bérleti díj. Én azt tudom, hogy kötöttünk egy megállapodást ezekről az árakról, mint reggeli, mint félpanziós szolgáltatás, hogy ilyen áron tudjuk mi értékesíteni a szállással egybekötve, és ennél többet nem tudunk fizetni. És a másik, hogy a 2015 májusában érkeztem, azóta ahhoz képest emeltünk, mert ott ugye többféle fajta opció volt, körülbelül 20-30% közti bérleti díj emelés volt a Sapezó Kft-nek a 15-ös éve, amikor én érkeztem. Az, hogy ez annó mikor, hogy lett megkötve, mi alapján fizette, ezt sajnos nem tudom megmondani. Hát az arra vonatkozott, hogy nem tudja, hogy annó... Hogy annó mi alapján lett kiszámolva ez így. Nincs bocsánat, Sarkadi Attila képi. Most pillanatilag... Azért tiszteljük már meg egymást ennyivel, képviselő úr. Mert tudom, hogy mostanában a parlamenti volt képviselőtársa időnként érdekesen szokták. A harmadik időkérés sincs, ennél sem, és képviselő asszonynál sem. De még a Ternoszki úrnak még megy, igen. De én még azt feltételezem, hogy az ez éves üzleti terv, az egy korábbi, ahogy a jegyzőasszony mondta, egy korábbi tényszám alapján lett betervezve, aminek van realitása. Az, hogy annak idején miért lett egy ilyen összeg megállapítva, az valószínűleg nem tudhatja, de így jelen pillanatban egy nagyon ilyen adhok és nem kellően átgondolt tervezés látszatát kelti az a kijelentés, hogy fogalma sincs, hogy miért ennyi a jelenlegi költségvetésben, vagy üzleti tervben. És lát-e valami realitást a Sapezókkal való tárgyaláson, hogy ebben az évben lehetne a jelenlegibnek betervezett növekménynél nagyobb, vagy emelésnél magasabb emelést elérni a bérleti díjban? Tavaly évben emeltük ezt az összeget, és ez az összeg volt a plafon, amit a Sapezó Kft. Hajlandó volt kifizetni. Tehát ő többet nem fog kifizetni ezzel. Köszönöm szépen, Sarkadi Attila képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Igazából azt szeretném csak mondani, hogy szerintem
túl azon, hogy üzletrontó, felesleges milliókkal dobálózni egy esküvő kapcsán is, tehát túl azon, hogy képviselő asszony az üzletet rontja, nagyon-nagyon sok pomázi megy oda. Nekem is voltak ismerőseim, akik ott tartották a gyereküknek az esküvőjét, olyan is volt, aki a saját esküvőjét tartotta. Én magam is tartottam ott az egyik gyermekemnek az esküvőjét, természetesen közösen állva, hogy a töredék az az összeg, amivel a képviselőasszony dobálózik, szemére van lebontva, és nagyon tisztességes kulturált összeg, és úgy gondolom, hogy azok a pomáziak, akik esetleg nézik ezt az adást, és itt ilyen 3 milliós összegektől, amit ugye András Murányi Borbála képviselőasszony mondott, amit ő kifizetett egyébként egy másik településen, ami közel van, itt nem ennyi az összeg, és nem kell elriadni attól, hogy itt tartsák ebbe a csodálatos barokk kastélyba a töredéke az összeg. Nyilván szemétől függően, de hát nem is fér el itt sok száz ember, tehát normális keretek között ennek az összegnek, amit itt a képviselőasszony megemlített, a töredékéért meg lehet tartani az esküvőket, és kár a pomázékat elriasztani a kastélytól. Köszönöm, jegyzőasszony kért szót. Jó, tisztelt képviselőtestület, a döntéshozatalhoz akkor még a rendelkezésükre bocsátom azt az információt, hogy ügyvezető úr nem tud arra választ adni, hogy hány százaléka a konyhának a rezsi, a teljes rezsinek, ugyanis a mérőórák, mint ezt több alkalommal, több éven keresztül elmondtam, az önkormányzat nevén vannak. És az önkormányzatnál történik a teljesítésigazolás, nálunk történik adott esetben a kazánok cseréje és egyéb csere, hiszen a teljes rendszert az önkormányzat üzemelteti. Eddig támogatási szerződés keretében számláztuk tovább, és jelent meg a Sapezok Kft. Bérleti díján felül, ugye, mint átvett pénzeszköz ez a rezsitámogatás. Ettől az évtől azonban a szabályozók változása miatt már nem fog így megjelenni, és ezért nincs is benne az üzleti tervében az ügyvezető úrnak, hiszen miután ez az önkormányzatnál úgymond keletkezik, mint kiadás, ezért nem fogjuk tovább számlázni, és nem fogjuk átfuttatni az ő bevételeiken keresztül, hanem itt üzemeltetési kiadások az önkormányzatnak a könyvébe fog szerepelni, mint 1/1 tulajdonos. Tehát innentől kezdve ugye ezek a számadatok itt találhatóak. Nem lehet kimutatni egy olyat, hogy adott esetben a konyhának hány százaléka a működése a teljes működtetésnek, hiszen almérők nincsenek. Az almérők felszerelése sem lehetséges egyébként a háznak a úgymond fűtési, világítási és egyéb vezetékelése folytán. Ez természetesen újabb több millió forintos beruházás eredményeképpen lehetne. Köszönöm. Köszönöm, Réde Imre képviselő úr, parancsolj. Köszönöm szépen. Én már negyedszerre nyomtam meg a szót kérek gombot, negyedszerre nyomtam le, úgyhogy most ötödszörre, most mégiscsak hozzá kell szólnom, mert tényleg egy kicsit sok már nekem is. Mint látjuk itt a bevételek 31 millió 680 ezer forint, ennek körülbelül 40%-át a Sapezok Kft. Fizeti a bevételeknél. Itt van egy másik nagyobb rendezvény, amelyik hát körülbelül közel annyi, de a 30%-ának jönnek ki a bevételnél való összegnek. Nem tudom, hogy a képviselő úr meg a hölgy miért nem például kérdezi meg ennek, hogy mennyi a bevétele kiadási része. A másik pedig, amit nem tudom, melyik képviselő úr hölgy mondott, vagy lehet, hogy edzőasszony, hogy tényleg itt számolni kell. Itt van egy olyan, hogy az előző évben, én a kereskedelemben dolgoztam nagyon sokáig, van egy bizonyos év, az a bázis nevezetű szó, amihez képest kell tervezni a következő évet. Nálunk a kereskedelemben mindig az volt, hogy volt egy bázis, 10 forint, a főnökeim elvárták, hogy jövő évben legalább 12 legyen. Tehát nyilván, hogy a bázishoz képest betettünk egy olyan összeget, amit reálisan el lehet érni. Most az, hogy most elzavarjunk innen egy vállalkozót, teljesen mindegy, hogy minek hívják, vagy elzavarjunk innen egy zenei rendezvényt azért, mert rosszul állítom be a számokat, az nem igazán működik. Itt volt már olyan cég, talán elmondhatom, hogy a művelődési házba is, azért nem jönnek be a büfések, mert soknak találják, nem látják annak a bevételi dolgát, az, hogy ott annyi minden fog történni. Nyilván, hogyha azt mondanák, hogy 1000 forintért jöhet mondjuk havonta, jönne mindenki, mert akkor lenne neki a bázishoz képest nagyon szép bevétele.
De itt az, hogy fölemelni, tehát fölemelni 15-20-30 millió forintot, persze föl lehet. Csak akkor már mehetünk tovább. Köszönöm szépen. Alpolgármester aztán kért szót. Köszönöm szépen. Itt visszatérnék Rédei képviselőtársam mondatára. Tehát el kell azt is mondjam, hogy a Művelődési Ház büféjével is nagyon-nagyon sok gondunk van az elmúlt időszakban, mert hiába bérlik ki, úgy gondolják, hogy az odaérkező emberek fogyasztása nagyon minimális. Ebből ki kell fizetniük ugye a rezsit, plusz ki kell fizetni az ott dolgozót, akit fenntartanak, sorolhatnék nagyon sok mindent, és nem lesz rentábilis a büfé, akármennyire próbálták, úgy, hogy még a büfé és maga is szervezett ilyen-olyan programokat, és nem tudta megcsinálni úgy, hogy megérje neki. És örülök, hogy ennyire tetszik képviselőasszonynak. Elmondanám, hogy nem salátabárt szeretnénk oda csinálni, hanem büfét. Csak hogy visszacsatoljak egy-két dologra, ami miatt a Művelődési Házba ugye kedves társuk járkált. Tehát nem salátabár, büfé kell, ami egy színházi előadást, egy gyerekrendezvényt, egy bármi más egyebet kiszolgál. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnénk még hozzátenni, hogy jelen pillanatban van olyan büfés, aki alkalmanként ugye ezt bevállalja, de hosszú távon, havi lekötéssel előre én kiszámolom és megmondom, hogy mennyit meg hogyan. Ezt nem lehet manapság már megtenni. Köszönöm szépen. A polgármester azt, hogy nem a tárgyhoz szól, de megértettük a hozzászólását. Mindenki kihasználta a két lehetőséget, hogy van egy módosító indítvány, amit Hardi Péter úr tett föl, hogy a... Nem, hát megbírtam jegyezni. Azt kéri, hogy a Sapezok Kft. Bevételi oldalon szereplő bérleti díját, ami 7 millió 560 ezer forint, 50%-kal emeljük. Ezt mondta? Ezt mondta? De ezt mondta, ez volt a lényege. De ezt szeretném elmondani, hogy milyen módosító javaslatot javaslott. A módosítóhoz milyen módosítót? Nem, hogy milyen módosítót. Akkor tessék elmondani a módosító javaslatát. Azt hittem megértettem benne. Tessék, mondani. Nem fog... Ne? Jó, bocsánat. Oké. Okay. Köszönöm szépen, tehát a következőt javaslom. Először szavazunk arról, hát hogy... Esetleg vezetettem az ülést. Akkor tessék elmondani javaslom, a... Javaslom. Igen. Természetesen polgármester úr fogja feltenni a igen. kérdést. Mi a javaslat? Mi a javaslat? A javaslatom az, hogy vegyük le a napirendről, és kérjük föl Dikácz urat, hogy a Sapezok Kft-vel tárgyaljon, hogy mi volna az a méltányos bérleti díj, ennél mindenképpen magasabb, amennyit még hajlandó volna fizetni. Hogy tudjuk végre, Ternovszky Béla úr is tudja, valamilyen tudjuk, hogy miért éppen ennyi a Sapezoknak a bérleti díja. De ezt most tetszett kitalálni, mert közben már megint. Ha a testület ezt leszavazza, tehát marad a napirenden, akkor javaslom az előbb említettet, tehát hogy akkor viszont emeljük meg mindenképp. Bocsánat, ez biztos, hogy nem így lesz, hiszen napirendre vettük a beszámolót, ugye, jegyzőasszony? Jó, akkor az első, tehát a javaslata az, hogy vegye le a napirendről a Kft. Üzleti tervét. Ez az egyik határ, módosító határozati javaslata. Azzal, hogy tárgyaljon az ügyvezető, azt írtuk. A módosító javaslata, a második módosító javaslata, ez is lehet, amennyiben napirenden marad, úgy, és most kérném azt megismételni, hogy ebben az esetben mi a módosító indítványa, amennyiben a testület ugye elutasítja az első módosítóját, marad napirenden, akkor milyen határozati módosítást szeretne? Akkor pedig azt, hogy a bevételi oldalon a Sapezok Kft. Bérleti díja 5 millió forint, a mostanihoz képest 5 millió forinttal megemelkedjék, tehát 12 millió 560 ezer forint legyen. Köszönöm szépen. Az több, mint 500. Jó, elhangzott. Jó, elhangzott, jó. Ami majdnem 80%-os emelő. Én nekem egy kérdésem van. Képviselő azt, hogy tessék kikapcsolni a harmadikat, már nem adok. Hát, bocsánat, az SMS. Én azt kérdezném jegyzőasszonytól, hogy a napi rendről szavaztunk, nem? Akkor kellett volna föltenni a képviselőnek, hogy vegyük le. Én megszavaztatom, mert nincs kétségem a fel, hogy mi lesz az eredmény.
Csak én azt gondolom, hogy ezt a fajta szétrolkodását egy testületi ülésnek, hogy elindítjuk a napi rendet, elmondhatja mindenki, hogy mit akar pluszba fölvenni, hogy mit akar levetetni, ott kus van. Amikor eljön a napirend, és kitalálják azt, hogy akkor most változtassunk valamin, utána szétrolkodják, hogy vegyük le a napirendről, kezdjük újra tárgyalni, és ha még ez sem jön össze, akkor ennek a szerencsétlen vállalkozónak dobjunk még egy 5 milliós labdát, hogy akkor meg ezt is termelt ki. Jegyzőasszony? Sem az SMS-ünk, sem a MÖTV nem tesz a tekintetbe különbséget, hogy a már megszavazott napirend esetén a részletes tárgyalásnál bármelyik képviselő tehet ilyen indítványt. Természetesen módosító indítványnak minősül, amiről szavaz a képviselőtestület. Jelen esetben 2 darab módosító indítványa van a képviselő úrnak, én kérném, hogy mind a kettőről szavazzon a képviselőtestület. Jó, megértettem, jegyzőasszony, nem tartom logikusnak, de a törvény ezt kívánja, akkor szavazunk. Először szavazunk Hardi Péter azon javaslatáról, hogy vegyük le a napirendi pontról a Homázi Zenekastély Nonprofit Korlátott Felelősségű Társaság 2019 év üzleti tervét. Aki egyetért, Hardi... Azzal, hogy az ügyvezető úr tárgyaljon, tehát amit elmondott. Amit elmondott képviselő úr. Aki egyetért Hardi Péter képviselő úr javaslatával, az szavazzon igennel. Kettő igen, 7 nemmel a testület elutasította. Következik a következő Hardi Péter féle javaslat. A Sapezó Kft. Bérleti díj, ami eddig 7 millió 560 ezer forint, emelje meg az önkormányzat 5 millió forinttal, ami 12 millió 560 ezer forintos emelést jelentene, vagy ennyire való emelést jelentene. Ami nem 50%, amit én rosszul mondtam, hanem akár 80%-os emelést is jelentene. Milyen rezsinek? A háznak a rezsie 12 millió forint? Nem, mit hagyom. Szerintem a 12 millió és a 10 millió között más különbség van. De mindegy. Nem próbálom követni önt. Aki elfogadja Hardi Péter indítványát, az igennel szavaz. Kettő igen, 7 nem, 0 tartózkodásra a testület elutasította. Akkor viszont marad az eredeti 2019 év üzleti terv, ami lefektetésre került. Aki elfogadja, azt kérem szavazzon igennel. Anikó nem szavazta. Megvan. 7 igen, 2 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk a 2019 évi tervét. Ügyvezető úr, köszönöm szépen. Folytatnám az ülést, jó, képviselő? Csak óvatosan tessék inni, hogy hideg legyen a víz. 6-os, ez megvolt. 7-es, előterjesztés, Pomázváros Önkormányzati Hivatal köztisztviselő illetmény alapjának kiegészítő bérrendezési alap támogatására vonatkozó pályázat benyújtására. Ez egy pozitív dolog, hiszen az önkormányzatunk azt tervezi ebben az évben is, hogy a köztisztviselők illetmény alapját megemelve nagyobb fizetést ad az itt dolgozóknak. Ezzel partiban, hála Istennek, a belügyminisztérium is úgy döntött, hogy erre a megemelt összegre lehet pályázni. Jegyzőasszony, parancsolj! Tehát tisztelt képviselőtestület, az előterjesztésben részletesen a testület elé tártam azt, hogy adott esetben a pályázaton nem csak plusz pénzt nyerhetnénk, hanem a költségvetés során további előterjesztéseket tennénk a köztisztviselői bérrendezés vonatkozásában. Amennyiben ezt a pályázatot elnyerjük, már pedig ez a pályázat, ha csak a formai hibát nem vétünk, és adott esetben ugye a hiánypótláson ezt elmulasztanánk korrigálni, mindenképpen idézőjelben nyertesek lehetünk. Ebben az esetben a képviselőtestület által felemelendő 52 000 forintos béralappal és a középfokú végzettségű köztisztviselők minimum bére 230 000 forintos minimum összegének meghatározásához ebben az évben, ebben a költségvetési évben 14 millió, közel 15 millió forintot kaphatnánk ebből a pályázati lehetőségből. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, szíveskedjen támogatni a pályázat benyújtását,
és természetesen február 6-án a költségvetés beterjesztésénél részletesen ki fogjuk mutatni az önkormányzati köztisztviselői béralapnak a változását is. Köszönöm. Köszönöm szépen, jegyzőasszony. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, aki elfogadja, hogy ezen a pályázaton induljunk, azt kérem szavazzon igennel. Kilenc igen, nulla nem, nulla tartózkodással a testet elfogadta. Következő előterjesztés, Pomáz önkormányzati hivatal, Pomáz város önkormányzati igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatban. Itt az előterjesztésben már a bizottság ülésen is felmerült a hét, van két hét nevű szó, de mint kiderült, jogszabályilag idézte a hivatal, úgyhogy a köztisztviselői, a közszolgálati tisztviselők munka és pihenő idejéről szóló mondat kezdetének a következő oldalánál, ahol egyes kötelezettségekről vesző, onnan egy idézőjelet kell tenni, mert onnan van beidézve a törvény. Tehát a naptári hét az marad, meg a naptár, két egymás alatt lévő naptári hét, viszont a mondat eleje vasárnapig tarthat, illetve kétszer van benne, hogy vasárnapig tarthat. Tehát a mondatot idéztük be, tehát magyarul 5 hetet is lehetne igazgatási szünetet tartani. Természetesen nem erről van szó. Pomáz város önkormányzatában az igazgatási szünet az ugye júli 22-től júli 26-áig tart, ez az egy hét, illetve december 23-ától december 31-e időszakban kivéve természetesen a karácsony, tehát összességében 8 napról van szó. Ezt tartalmazza az igazgatási szünet. Kérdés, hozzászólás a határozati javaslathoz. Ha nincs, aki elfogadja, az kérem szavazzon igennel. Köszönöm szépen, 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás a testület elfogadta. 9-es napi rendünk következik, előterjesztés, 1-es önkormányzati rendeletek a közigazgatási szabály szegés szankcióval összefüggő módosítására. Jegyzőasszony, kérlek, magyarázd el ezt a rendeletet. Tehát tisztelt képviselőtestület, a hatósági ügyről szóló jogszabály világosan előírja, hogy abban az esetben, hogyha mi úgymond a rendeletünkben előírt kötelezettségek kapcsán szankciót alkalmazunk, ugye erről részletesen rendelkezzünk az egyes rendeletekben. Ez, amit most önök elé terjesztettünk, ez egy önkormányzati rendelet, de saláta formában, tehát hasonlóan a saláta törvényhez, amiben több önkormányzati rendeletünkbe emelünk be ugyanerre vonatkozó bekezdéseket. Az egyes paragrafushoz annyit fűznék hozzá, hogy aki elolvasta figyelmesen a mostani képviselőtestületi előterjesztéseket, az tapasztalhatja, hogy a házszámozásra vonatkozó rendeletünket hatályon kívül fogjuk helyezni majd mondjuk egy fél óra múlva, hiszen helyette alkotunk egy teljesen új rendeletet. Viszont, hogy belekerült ebbe a rendeletbe, annak az az indoka, hogy ez társadalmi egyeztetésen volt a város lakosai előtt, és 2018. november 26-án tárgyalta a pénzügyi bizottság, és úgymond engedte el társadalmi egyeztetésre. Most módosítjuk ezt a rendeletet, illetve hatályon kívül helyezzük, tehát úgy kérném elfogadni, hogy minden bizonnyal a következő képviselőtestületi ülésre már visszakerül ennek a rendeletnek is a módosítása, amikor a közterületről szóló rendeletünknek ugyanezen passzusait fogjuk ebbe beemelni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás van. Hardi Péter. Köszönöm szépen, polgármester úr. Jegyzőasszony, szeretném kérdezni, hogy ugye körülbelül az első oldalnak a vége felé van, éppen a házszámozással kapcsolatban, azt mondja, a közterületi nevek megalapításáról, valamint a házszámozás, névtáblák és házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló rendeletet módosítjuk most. Na, hogy ez a gyakorlatban mit jelent? Teljesen praktikus a kérdésem. Házszámtáblát kötelező kitenni, és aki nem teszi ki, annak szankciója van, vagy mit jelent ez a házszámozással kapcsolatos esetleges szankció, aki azt nem tartja be? Köszönöm. Jó, akkor megismételném az előző mondatomat. Ez, ami itt beemelésre kerül, ez ha szerencsénk van, akkor fél óra múlva hatályon kívül helyezzük. Helyette elfogadunk egy új rendeletet a házszámozásra,
és az új rendeletben, miután a központi szabályozás is ekként szól, az utcanév táblák elhelyezése az önkormányzatnak a kötelezettsége. Ennek a rongálása természetesen ugyanúgy egy szabálysértési alakzat és szankcióval jár, és kötelező a polgár számára a saját házfalán elhelyezni a saját házszám tábláját. A tekintetben az önkormányzat egyébként úgymond támogatást nyújthat, hogy első alkalommal biztosítja a házszámnak a szétosztását, támogatást biztosít hozzá, és millió egyféle verzió van. A lényeg az, hogy mindaddig, ameddig más rendeletet nem alkot az önkormányzat, addig a központi szabályozás érvényesül, tehát ki kell helyezni a házszámtáblát. Egyébként a házszámozás az elmúlt 3 évben, amikor ugye megtörtént a KCR rendelet alapján a teljes felülvizsgálata a településünknek, minden egyes polgár, ahol változás volt a házszámozásban, ott a határozatában megkapta azt a kötelezettséget is, hogy megadott határidőn belül, a határozat jogemelkedésére követően nem tudom hány napon belül, szerintem 30, el kellett helyezni a házszámtáblát. Tehát ez már eddig is kötelezettsége volt a polgárnak. Köszönöm. Ezzel kapcsolatban csak azt szeretném mondani, hogy hát természetesen Pomázon az önkormányzat évekkel ezelőtt meg legyártatta az összes városi névtáblát. Tehát az utcaneveket ki is helyeztük. Nem vagyok híve a büntetésnek, bár sokszor én is belefutok például a babakelengyézés közbe, vagy amikor a 90 éven felülieknek a csomagját vittük ki, ha éppen új kerül be ebbe a rendszerbe, a régieket most már nagyjából ismerjük, és hála Istennek reméljük, hogy sokáig is fogunk hozzájuk járni. Tehát babakelengyézésnél rendszeresen belefutok olyan szituációba, hogy az utcát persze természetesen meg tudjuk találni, ezzel nincs baj, de a házszámukat nem. Én csak kérni tudom a kedves pomáziakat, hogy legyenek kedvesek, helyezzék ki a házszám táblákat. Nekem hosszú távú terveim, és hát természetesen ez az kell, hogy az önkormányzati választás úgy alakuljon, ahogy. Én nagyon szeretném azt, hogy az utca névtáblákat is az önkormányzat kihelyezte. Én az én fejemben már megfogalmazódott egy olyan módszer, hogy hogyan lehetne a házszámokat is legyártani és kiosztani a pomáziak között. Erre kérek mindenkit. Senkit nem akar az önkormányzat természetesen megbüntetni, ahogy eddig se tettük. Ezután se. Én csak a jó szándékba bízok, hogy kihelyezik a háztám táblákat. Mindenkinek jobb. Jobb a postásnak, jobb a mentőnek, jobb a tűzoltónak, jobb a rendőrnek, és jobb a rohangáló polgármesternek, ha éppen babakelengyével megy. Úgyhogy csak erre tudom kérni. Na, ezzel kapcsolatban, a rendeletmódosításokkal kapcsolatban, a saláta rendeletek módosításával kapcsolatban van-e még kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki elfogadja, azt kérem, szavazzon igennel. Kilenc igen, nulla nem, nulla tartózkodás, a testület elfogadta. És már egyből jön az, amiről beszéltünk, a 10-es napi rendi pont. Jegyzőasszony, ír a szó. Igen, tehát tisztelt képviselőtestület, akkor előterjesztenénk azt a úgynevezett, itt rövidítve van, a központi címregiszterről és címkezelésről szóló úgynevezett csúfnevén KCR kormányrendelet, ami alapján az elmúlt 3 évben a település átházszámozását el kellett végeznünk, felül kellett vizsgálnunk, illetve az új házszámokról értesítenünk kellett a tulajdonosokat. Erre vonatkozólag akkor most megalkotnánk azt a rendelet, ami ezzel a jogszabállyal paritásban van. És képviselő úr előző kérdésére válaszolva, ebben a 6-os paragrafusban szerepel az ingatlan tulajdonosainak azon kötelezettsége, hogy házszámtáblát kellett kihelyezni, és milyen módon kell a házszámtáblát kihelyezni. Köszönöm. Köszönöm. Ehhez kérdés, hozzászólás. Még egyszer ugyanazt, Hardi Péter képviselő úr. Köszönöm szépen, polgármester úr. Hát Pomázon járva gyakran tapasztalom, hogy a házszámok nem mindig logikusan követik egymást. Ezek szerint ennek vége, tehát valamennyi olyan utcában, ahol a házszámok nem úgy követik egymást, ahogy most a rendeletben olvassuk, azok ilyen formában megszűntek, és újra lettek számozva a házok. Új házszámokat kaptak, ezt így kell értenem. Köszönöm. Igen. Hát erről szólt ez a 3 éve beindított törvény, a KCR törvény. Igen. Jó. Rendelettel kapcsolatban valakinek van-e valamilyen kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki elfogadja a rendeletet, azt kérem, szavazzon igennel.
Köszönöm. 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, a testület elfogadta. A következő napi rendi pontunk a 11-es előterjesztés a MÁFHÉ ZRT tulajdonában lévő területen parkoló kialakításra. Az előző év tavaszától fogva, hála Istennek azt tudom mondani, hogy igen rugalmas és együttműködő a megállapodásunk a MÁFHÉ ZRT-vel. Ugye sok év tapasztalatából adódóan sokfajta partnerrel tárgyaltunk a állomás és környékének rendbetételére. Most a tavalyi évben egy olyan partner találtunk, a magyar állam, a MÁV átvéve a HÉV kezelését, a helyi érdekű vasútnak ezt a három nyomvonalát, a Szentendrei, a Csepeli és a Gödöllőit, akikkel érdemes és lehetett is együtt beszélgetni, tárgyalni. Több bejáráson voltunk ezzel a csapattal, sok kérést tettünk föl, sok kérdésben sikerült megállapodni, és a tavalyi év folyamán bár zömmel önkormányzati pénzből, de mivel önkormányzatunk egyik olyan területéről van szó, a HÉV állomás és környékéről, ahol a lakosság zöme rendszeresen megfordul, ezért kétség se fér ahhoz, hogy ez egy jó döntés, bármennyibe is kerüljön ennek a területnek a rendbetétele. Az előző években már padokat helyeztünk ki, kukákat helyeztünk ki, sokszor a mi közmunkásaink, vagy az a csapatunk, aki a minimál, a garantált bérni minimum alapján dolgozik nálunk, végezte a karbantartást, illetve a kertészkedést a területen, sziklakertet alakítottunk ki, igyekszünk a fákat, bokrokat olyan állapotba tartani, hogy abban ne lehessen elbújni, de mégiscsak egyfajta park jellege legyen. A tavalyi évben a megállapodásnak köszönhetőleg sikerült a borzalmasan kinéző régi és már nagyon nem használt kerékpártárolókat onnan elszállítatni. Év végére a MÁFHÉ egy beállót is építetett oda, hogy az eső ellen védje az utasokat. Ez az ő területe volt, itt nekünk beleszólásunk nem nagyon volt, hogy hova teszi. A megállapodás következő része az volt, hogy az nagyon elhasználódott állomási járdát az önkormányzat saját pénzből felújította, majd a kópáruház felé eső régi volános területet is rendbe tettük arra, hogy ott is tudjanak parkolni, és kulturáltabb legyen a környék. Erre az évre két komolyabb dolog vár. Az első, amit már tavaly évben meg szerettünk volna tenni, de MÁV, hát ez nem egy rugalmas társaságról van szó, tehát ott is komoly, hosszú ideig tart egy bármifajta megbeszélésnek az átfuttatása. És a Molkút mögötti régi vonatpakoló, régi pomázdiak talán tudják, ahol a szenet pakolták ki régen meg a különböző árukat a vonatszerelvényekből, annak a területnek a hasznosítására kértünk lehetőséget a MÁV-tól, ami természetesen egy parkoló megépítését jelentette. Sokat egyeztettünk, hogy a parkoló területét hogyan lehet elválasztani szabályosan a hévsinektől. Fennállt az a veszély, hogy bár ott van egy kis ugrató rész, egy kis patka, de már láttunk olyat, hogy sokan úgy állnának meg, hogyha esetleg valamikor mégiscsak teherforgalom lenne, akkor az akadályozna. Ezért oda szalagkorlátot kért a MÁV, előtte másfajta korlátot, végül is szalagkorlátba sikerült megállapodni. Egy olyan bontásra is alkalmas szalagkorlátot, hogyha véletlenül tényleg áruszállítás érkezne, akkor nem levágni kellene a korlátot, hanem simán le lehet szedni a megfelelő eszközökkel, és utána ezt vissza lehet tenni, hogyha az árupakolás megszűnik. Úgyhogy ezen a területen egy közel 60 parkolóhelyes parkolót fogunk tudni kialakítani. Ahogy az idő engedi, neki is állunk, meg is csináljuk, kresztáblákkal kihelyezve, a pomáziaknak átadva, és ezáltal is reményeink szerint egy kissé kulturáltabbá tenni a hévállomás környékét. Most azt lehet látni, hogy mindenhol állnak autókkal, tehát akár a zöld felületen itt ott, ott. Itt szeretném elmondani, hogyha ha befejeződik ez a beruházás és a parkoló megnyílik, most hál' Istennek az elmúlt időben 100%-kal nőtt a pomázi közterület felügyelet létszáma. Én szeretném, hogyha ott egy komolyabb ellenőrzés is sor kerülne. Tehát az jó, hogyha sok helyen parkolnak, de azért már zöld felületre, parkra ne álljanak föl. Tehát ezért is építjük ezt a parkolót, hogy a következő lépést megtegyük, és akkor még reményeink szemben ebben az évben a MÁFHÉ-vel közösen egy kultúrált kerékpártárolóst is meg lehet építeni a fogadó állomás, ha szembe állunk, akkor annak a bal oldalán, ahol ezt kijelöltük a MÁFHÉ vezérigazgatójával. Természetesen három ajánlatot kértünk, természetesen pomázi vállalkozó nyerte el ennek a megépítésének lehetőségét. A határozat itt fekszik, az a képviselők előtt kérem, hogyha van kérdés, hozzászólást tegyék fel. Hardi Péter képviselő úr.
Köszönöm, polgármester úr. Ugye a hétfői bizottsággyűlésen tárgyaltunk erről, akkor kérdeztem, hogy ki az a vállalkozó, aki megnyerte ezt a lehetőséget a beruházásra, ha jól emlékszem, jegyzőasszony ígérte? Itt van. Hogy behozza, és akkor megtudhatja mi is, hogy kicsoda, kiről van szó. Köszönöm. Szeretném megtudni, olvassam be a nevét a kamerába? Gondolom, hogy ez nyilvános adat, hiszen az természetesen. Egy pomázi vállalkozó, akit úgy hívnak, hogy Gerdán László. Ja. Egyéb kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki elfogadja határozatot, és ezzel engedélyt ad az állomás melletti parkoló megépítésére, azt kérem, szavazzon igennel. Kilenc igen, nulla nem és nulla tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. 12-es napirendi pontunk következik, előterjesztés Derapatak rekonstrukciójára vonatkozólag. Hát, kedves képviselőtársaim, kedves pomáziak, egy nagyon nagy örömhír számunkra, hogy a pénzügyminisztérium külön támogatásba részesítette városunkat. Egy két éves előkészítő munka végére, vagy lehet, majdnem a végére kerülhet pont azzal, hogy a tavalyi év végén mondhatnám azt is, hogy a karácsonyfa elég terjedelmese sikerült itt a Városháza környékén, átvitt értelembe természetesen, hiszen néhány nappal karácsony előtt érkezett meg a bicikli útunkra 185 millió forint is, amit most már egy éve vártunk, hogy ezt kiutalják. Ennek megfelelően, ahogy az idő engedi, a közbeszerzési eljárás ugye elindult, reményeink szerint a tavasz március-április környékén el is fogjuk tudni kezdeni a Pomás-Szentendrével összekötő kerékpárutat. Ez egy szép 185 millió forintos támogatás volt, de még karácsony előtt érkezett egy támogató okirat, ez a két éves előkészítő munka rengeteg egyeztetés, pénzügyminiszter úrral történő megbeszélések után, hogy a pénzügyminisztérium Pest megye önkormányzatának támogatásával egyetértve, illetve ajánlásával egyetértve Pomáz városát 350 millió forint értékben támogatta a Derapatak rehabilitációjával, illetve hát a patak rendbetételével, a meder kikotrásával kapcsolatban, illetve az árvízvédelem megszüntetésével. Aki ismeri Pomázt, aki esetleg itt született, vagy itt nőtt föl, vagy valamelyest ismeri a városunk történetét, az hallhatott az 1937-es áradásról, ahol halálos áldozatok is voltak. Vagyunk egy páran, akik még emlékszünk 1999-re, mikor a patak nagyon keményen kijárat. Én akkor már a Tiszolci telep képviselőjeként emlékszem, rengeteg homokzsákot pakoltunk, az sem volt elég. A patak elöntötte a Tiszolci telep több mint a felét, utána írdatlan mennyiséget kellett mentesítő anyagot kiszórni, rengeteg épületben és rengeteg ingó és ingatlan vagyonba keletkezett kárt. Az akkori kormányzat részben ezt ki is tudta váltani, illetve tudta az önkormányzatot segíteni. Legutóbb 2010-ben volt egy hasonló árhullám, ami végig söpört a patakon. Ez néhány óráig tart, de ennél veszélyesebb nincs. Jó magam is ismerem a patakot, hiszen a Tiszolci telepen felnőve én ott tanultam meg annak idején a pecázás fortéjait, és azt lehet mondani, hogy ez a kis patakunk, ami nyáron van olyan rész, ahol ki is szárad, egyébként néha kellemes vízfolyást tud produkálni, viszont az elmúlt időszak klímaváltozásainak következtében itt a Pilisi medencének az alján a Derapatak a Pilisi hegyeknek a vízgyűjtő területén fekszik. És amikor 2-3 napig folyamatosan esik az eső, vannak ilyen időszakok, akkor bizony megindulhat egy nagyon komoly villámáradás ezen a patakon. Erre több példa is volt, és itt akár 2-3 óra alatt 4-5 métert is emelkedhet a vízszint. Hogy ez miért van így? Rengeteget küzdöttünk azért, és rengeteg problémával szembesültünk az elmúlt években, hogy a patakmedernek, a magának annak az átengedő képességnek, ami a vizet kellene, hogy vezesse, annak a keresztmetszete nagyon sok helyen leszűkült, a patak saját kanyarokat alakított ki. Ez azért lehetséges, mert sok-sok éven keresztül ez egy állami szervnek volt a feladata, hogy a patakot rendbe tartsa. Ez nem történt meg, és néhány éve ennek a feladatát megkapta az önkormányzat. Közel 7 kilométeres szakasz az, ami Pomázvároshoz tartozik, a patak pomázi területén, és van még egy pár olyan rész a Derapataknak itt a pomázi belterülete, ami nem Pomázváros kezelésében van, de hát itt folyik rajtunk keresztül ez a patak.
Az elsődleges támogatás természetesen az önkormányzat részére a Pomáz város tulajdonában lévő Derapatak medrének rendbetételére érkezett, de a határozatból kiolvasható, hogy ehhez szeretnénk egy saját forrást is biztosítani. Egyrészt olyan feladatokra, amit a pályázat nem kezelt, másrészt pedig a Tiszolci telep területének is vannak hiányosságai, az elmúlt évek áradásai, villámárvizei, az ott meglévő két bukót, ahogy mi hívjuk pomáziak, a két bukót, ahol a víz lebukik, ahol megtöri az áradás lendületét, azt az elmúlt években a víz rendszeresen szétmosta, arrébb görgette azokat a köveket. Az egyik helyen a meglévő út már olyan veszélyes, hogy kocsival csak a legbátrabbak tudnak elhajtani mellette. Ezeknek a rendbetétele, egy komolyabb patakmeder rendbetétel, rengeteg szemét, rengeteg hordalék keletkezett a patak különböző területein. Nagyon sokszor előfordult az, hogy a patak a régi, beöregedett facsonkok körül kikerüli, és új medret épít magának. Aki még emlékszik arra, hogy a tavalyi év során kettő darab Viszmajor pályázatot is beadtunk, az egyik egy szemétfeltöltés miatt beszakadt a patakpart, az 30 milliójába került az önkormányzatnak, de volt egy kisebb terület, ahol pont ebből a patak önmagának keresi az utat című részből adódóan egy kisebb áradás után egy magán, két magánkertet és magánkerítés mosott ki, hiszen a másik oldalon lerakott törmelék, szemét miatt a víz sodrása egy másik irányba vett, és ennek is az önkormányzatnak kellett helytállnia. Azt nem szabad elfelejteni, hogy az önkormányzat kezelésében van a patak. Ha itt bármifajta áradásból adódó probléma alakul ki, vagy káresemény, azért az önkormányzat a felelős, a tulajdonos. Úgyhogy évekkel ezelőtt azt gondolom, hogy egy jó döntést hoztunk akkor, amikor elkezdtük a patakot felmérni, drónfelvétellel, minden egyébbel alátámasztva egy olyan kérelmet nyújtottunk be, amiért cserébe ezt a támogatási lehetőséget megkapta az önkormányzat. Ennek a támogatási összegnek a felét már át is utalta a pénzügyminisztérium. Ez egy hosszú munka, ez egy valószínűleg több mint egy évig tartó munka, hiszen a vegetációs időszakokat is figyelembe kell venni, és ehhez is szabták a különböző feladatokat, hogy mikor, mit lehet írtani, kivágni, kövezni. Nagyon sok helyen, tehát ez nem azt jelenti, hogy a teljes patakot végig kotorja az önkormányzat, és hogy mindenhol ki lesz kövezve, itt főleg azokon a területeken lesz megerősítve a partfal, ami akár veszélyes is lehet. Ha mondjuk a József Attila utca mellett sétálunk, ahol szép járda van, és mellette folydogál a patak, akkor lehet látni, hogy a patak a sok-sok évek alatt lerakott hordalék miatt már megváltoztatta a folyását, és közelebb jött a főutcához, van, ahol veszélyes közelségben mosta ki a partoldalat. Például itt kövezéssel kell megtámasztani azt, hogy a víz ne tudjon menni. Máshol ki kell szedni azt a felhalmozott mennyiségű meddőanyagot, szemetet, sajnos nagyon sok helyen szemetet, és oda nem illő tárgyakat. Tehát a bejárásnál hűtőszekrényből legalább hármat, mosógépből legalább négyet láttunk, de ezek már évtizedek óta a helyükön pihennek, már azt lehet mondani, hogy részévé váltak a környezetnek, de hát ugye szeretnénk ezt elkerülni. Ez a beruházás, ez a támogatási összeg, ez nem arról szól, hogy sétányt alakítsunk ki a patakmederben, hanem egyszerűen az árvíz veszély kivédésére szolgál. Az emberek életét, az ingó és ingatlan vagyonok megvédéséről szól ez a beruházás. Szeretnénk természetesen a keserű fűállományt, ezt a japán keserű fűállományt is annyira visszavágni, tövig amennyit csak lehet, és kiszedni, egészséged, igaz, kiszedni azokat a tuskókat, rossz fákat, amik a víz folyásában vannak benne. Ugye a benőtt fák, bokroknál a felduzzadó víz a különböző anyagok föltorlasztásával olyan dugókat hoznak létre, amiket láttunk, tapasztaltunk, hogy ott visszadúsul a patak, visszaárad, és ezzel akadályozza a víz lefolyását, ezzel alakítja ki az árvízveszélyt. Tehát a patak medrének, a folyásfenéknek a rendbetétele fog ebből a beruházásból megvalósulni. Remélem, hogy ez mindannyiunk biztonságérzetét fogja növelni a következő években, ha esetlegesen ilyen villámáradások kialakulnak. Az időjárási előrejelzések azt mutatják, hogy 1937-hez képest az elmúlt években egyre nagyobb valószínűsége van az ilyen és ehhez hasonló villámáradásoknak a levonulására. Mondom mindezt természetesen abban a tudatban, hogy nyáron, például ahol én lakom, ott nyáron a patak eltűnik, a víz eltűnik a mederből.
300 méterre lejjebb megjelenik, és ezt így ciklikusan csináljuk. De ha jön az áradás, ha jön a nagy víz Csobánka felől, akkor az jön. Mondom, nekem sajnos volt tapasztalatom, nem azt mondom, hogy szerencsém, de átéltem ilyen mértékű víznövekedést, nem egy jó érzés homokzsákot pakolni, akár a Beethoven utcánál, a hídnál, akár bárhol, mert az ember nem látja ennek a munkának a végét, és amilyen gyorsan jön a víz, olyan gyorsan el is tűnik utána. De azt kell megakadályozni, hogy ebből kára legyen bármelyik pomázi polgárnak, vagy az önkormányzatnak, ingó és ingatlan vagyonokban ne legyen probléma. Emberi sérülés, meg ugye ne is álmodjunk ebben a történetben, 1937-ben ez meg is történt. Nekem a nagyszüleim még meséltek arról az áradásról, ami után példásan összefogott a falu, gróftól, jegyzőtől, főispántól, alispántól kezdve az utolsó kubikusig ment és segítettek, és hát pont nagypapám még volt az egyik olyan csapat, aki megtalált az egyik halottat. Úgyhogy az neki egy örök életre való élmény volt, ha lehet ezt mondani. Úgyhogy, hölgyek, urak, erről szól ez a pályázati lehetőség, ez az egyedi támogatási lehetőség, hogy ezzel megoldhatunk egy sok-sok éve húzódó és folyamatosan a Demoklész kardjaként fölöttünk lebegő problémát, a Derapatak áradásait. Kérdés, hozzászólás van? András Nimurányi Borbála. Köszönöm szépen a szót. Nagyon örvendetes, hogy végre meg fog tisztulni, meg rendeződik ez a kanyargó derapat, akit egész Pomász területén. Ennek nagyon örülök, hogy ettől sok szeméttől megszabadulunk. Én úgy gondolom, hogy emellé majd az mindjárt jegyző asszony fogja mondani, hogy nem ide tartozik, de szerintem ide tartozik, hogy valahogy arra ki kéne találni valamit, hogy ne is szóródjon vissza, és fél év múlva ne tartsunk ott, ahol most tartunk, tehát szerintem ezt is ki kellene valahogy találni. De nem is ez a kérdésem, hanem azt szeretném kérdezni, amit már a hétfői bizottsági ülésen is kérdeztem, de csak csodálkozó tekinteteket kaptam, és nem kaptam választ, de most még egyszer megkérdezem. Tehát tudomásomra jutott, hogy van egy nagyon jó környezetvédelmi szakember, aki egy évvel ezelőtt, amikor ugye ez már pályázati anyag készült, meg ezek az előkészítő munkálatok folytak, és tudomást szerzett róla, akkor írt egy levelet az önkormányzatnak, polgármester úrnak is többek között, amiben ugye felajánlotta a segítségét. Én erre kérdeztem rá hétfőn, hogy kapott-e ő választ, leült-e vele az önkormányzat esetleg megbeszélni, hogy ő neki milyen véleménye, hozzászólása van ehhez a kérdéshez. Hát tőle sikerült megtudni, hogy nem kapott választ sem. Ez a kérdésem, hogy miért, amikor ez egy nagyon-nagyon nagy projekt, tehát ilyen évtizedek óta nem volt, tehát 350 millió forint. Hát én csak elgondolom, hogy én biztos, hogy megkérdeztem volna, és leültem. Lehet, hogy nem veszem figyelembe az ő értékelését, de akkor is legalább megtudom, hogy mi az, amire fölhívja a figyelmemet. Ez az egyik. A másik még ugyanehhez tartozó kérdésem. Van egy másik szakértő, aki elvitathatatlanul a legjobban ért itt a pomázi derapatak problémáihoz. Aki végigmenedzselte az 1999-es nagy árvizet, a 2010-eset és a villámárvizeket is. Remélem nem is kell mondani a nevét, ugye a volt tűzoltó parancsnok. Ez az előkészítő munka 2 éve tart. Most tőle is sikerült megtudnom, hogy ők ebben nem vonták be. Egyszerűen ehhez nem tudott hozzászólni. Hát ezen nagyon csodálkozom, hogy ő sem lett megkereste ebbe az ügybe. Ennek mi az oka? Két komoly szakember, akinek én elismerem, hogy ezt szakember készítette, de hogy nem pomázi, az biztos, meg kömen tudná, hogy Dió utca nincsen, és többször szerepel. De másutt is vannak, nem csak pomázon, másutt is vannak szakértők, én rendben vagy elfogadom. Nem ez a kifogásom, hanem ezt a két komoly szakembert miért kellett
megligálni. Köszönöm. Képviselő, azt szeretnék rá válaszolni természetesen. A két komoly szakértőből az egyik, azt gondolom, hogy a levelére talán lett is valami fajta válasz megküldve. Ő elolvastam, mert azóta megszereztem ezt a levelet. Hát ő abban a komoly dolgokat nem ír, csak hogy óvatosan vágjuk ki a fákat a mederből, tehát hogy azért erre legyünk tekintettel, ezzel nincs semmi baj. Ezzel, úgy tudom, egy szentendrei szakértőről beszélünk, azt hiszem a levegő munkacsoportban van, tehát tudjuk, hogy milyen típusú szentendrei szakértő. Én azt gondolom, hogy megfelelő szakemberekkel el vagyunk itt látva Pomázon, meg akik tervezték, ők is megfelelően álltak hozzá ez a tervezéshez. Hát Leidinger úr, hát képviselőtársam mondta, hogy hát pontosan, mert nem az első alkalom, hogy ez a derapatak szóba kerül a pályázat beadásával, hiszen a lejárt határidő határozatoknál hát Leidinger úrnak el kellett volna járni a pénzügyi bizottság üléseire, akkor talán értesült volna róla, ha más nem önöktől, de ha már személyesen nem kívánta ezeket a dolgokat. Hagy válaszoljak. A Huka, szeretnék, de nem járt. De nem járt. A képviselő azt, hogy bemutassam a jegyzőkönyveket, hogy mikor nem volt itt. Rengetegszer nem volt itt. Több mint fél évig nem járt. Hát jó, képviselő azt, hogy... Két éves előfizető polgármester. Nem, nem, nem kell. Nem. Meg tudom én magam védeni. Képviselő azt, hogy egyszerűen nem mond igazat. Hazudik, mint mindig, képviselő azt, hogy nem igaz, amit tetszett mondani, úgyhogy... Én meg elmondtam, egy szentendrei szakértőnek miért kell bevonnunk egy pomázi ügybe. Nem erről beszéltem, képviselő azt, hogy próbálja már meg megérteni, miről próbálok. Elmondom még egyszer, vannak megfelelő szakembereink, akiket bevontunk ebbe. Az egyik, az ön által mondott egyik, egy szentendrei szakember, elolvastuk a levelét, nagy dolgokat, nem, miért kell nekünk az bevonni, akit ön akarnak. Be lett vonva megfelelő hozzáértő szakember. A másik szakember meg nem akart ebben a munkában részt venni, nem érdekelte, tudhatta, hogy van ilyen előkészítés. Bocsánat, egy most, ha valaki tűzoltó, az mitől válik szakemberre? Ő a kármentesítésnek a szakembere. Az előkészítésben azt, hogy mit kell csinálni, higgyen már, hogy megfelelő szakemberekkel dolgoztunk. És most hiába csóvágatja itt a fejét össze-vissza, és beszél bele olyanokba, amiket természetesen már megint nem ért. Én azt gondolom, hogy annak kéne örülni, hogy van egy olyan önkormányzat, egy olyan önkormányzati vezetés, aki felmérte azt az elmúlt években, hogy Pomázon milyen veszélyforrásokat okozhat, például a klímaváltozás. A széllel kapcsolatban sok mindent nem tudunk tenni, a szárassággal kapcsolatban sok mindent nem tudunk tenni, de a villámáradásokkal kapcsolatban tudunk. Van egy elhanyagolt patakmedrünk, amit rendbe kell tenni. Ennek az ára látja. Nem egy akkora összeg, egy óriási összeg, amit ez az önkormányzat nem tud saját pénzből kigazdálkodni. Erre mit tesz az a polgármester, aki felelősen gondolkodik a városáért és védi a saját települését? Elmegy a megfelelő minisztériumba, és kilobbizza ezt a lehetőséget. A minisztérium egyedi támogatásba részesítette Pomázváros önkormányzatát. Ennek örülni kéne, és nem a kákán csomót keresni, vagy olyanokat mondani, én is előhozom az ön bizottsági hozzászólását, hogy ön azt mondta, hogy a mederből kivágott fák helyére tegyünk padokat, meg kukákat. Ezt mondta. De ezt mondta. Aki ott volt, ezt hallotta. Ezt tetszett mondani. Pótoljuk! Jó, na hát, akkor nem egy hajóba nevezünk ezt, meg én azt mondom, hogy ez butaság, de jegyző az, hogy mondott egy, vagy nyomott egy ügyrendit. Jó, én akkor a közeljövőben szeretném, hogyha mindenki betartaná a szervezet és működési szabályzatot. Kérem polgármester urat, miután az ön feladata az ülés zavartalanságának rendjének fenntartása, hogy fokozottan legyen figyelemmel a 11-es paragrafus 2-es bekezdés B pontjára, mely szerint rendre utasítja azt a képviselőt, aki a képviselőtestülethez méltatlan magatartást tanúsít. Az a baj, hogy képtelenség. Most is beszél képviselő azt, hogy legyen kedves, fogja be a száját, amikor a jegyző azt, hogy beszél. Ma már nem először rendőrfasítás. Hát de ne haragudjon, képviselő azt, hogy kapott szót. Jegyző azt, hogy beszél. Tudom, hogy nehézségbe ütközik az embernek az indulatain uralkodni. Nem is szoktam erre hivatkozva egyébként nyomni túl sűrűn gombot, de most én azt tapasztalom képviselő asszonytól, hogy az elmúlt fél év során, háromnegyed év során fokozottan fölvette ezt a fajta stílust, amikor beszél közben, miközben másnál van a szó. Tehát kérném,
hogy szíveskedjen a nyomógomb segítségével szót kérni, és az SMS-ben szabályozottak szerint kétszer kaphat szót. Egyszer továbbá még, akkor amennyiben tényleg oly mértékben szólítatott meg, hogy erre önnek reflektálni kell. De kérem, hogy menet közben ne beszéljen bele másnak a hozzászólásába, vagy a polgármesternek az ügyvezetésébe. Amit el szerettem volna mondani általánosságban. Minden egyes esetben millió lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy kivel szerződik. Ezt úgy hívják, hogy szerződési szabadság. Az, hogy egyébként ténylegesen kivel köt kivitelezési, vállalkozási, megbízási szerződés, vagy bármilyen más szerződéstípust, az polgármesteri döntés kérdése, a hivatal tekintetében a jegyző döntése, polgármesteri egyetértéssel, bizottsági elnököknek van ilyen hatáskörük és egyebek. Természetesen minden egyes esetben mérlegeljük azt, hogy kivel kötünk szerződést, milyen típusú ügyre, és ott higgyel képviselő asszony, hogy a legjobbat válassza ki az önkormányzat. Köszönöm. Másodszor András Némurányi Borbála, tessék. Tetszett gombot nyomni. Köszönöm szépen. Igyekszem, ismerem az SMS-nek ezeket a pontjait, és igyekszem betartani. Akkor szoktam közbeszólni, és sajnos ez azért gyakori, mert ez a probléma előfordulása is egyre gyakoribbá válik, valahogy érdekes módon, mint a minősítések sora van. A minősít, hogy és félre értelmezi a szavaimat. Tehát nem ezt mondtam a bizottsági ülésen, de most ne is menjünk abba bele, mert ott azt kiveséztük. Egyszerűen az a fajta minősítés az, amire muszáj szót kapnom, mert ráadásul utána pedig nem is kapok már még egyszer szót, ha már kétszer szóltam közben. Tehát egyszerűen ez egy ilyen reakció, amikor nem lehet már a demokratikus úton, az SMS betartásával a saját érdekeimet megfelelően védeni, hanem más eszközhöz kell nyúlni. Hát én most ezt így gondoltam jogosnak. Köszönöm. Aha, tehát most azt tetszik gondolni, hogy az a más eszköz, hogy belebeszél másnak a mondandójába. Hát ezt gratulálni tudok. De hallgassuk meg kollégáját, Hardi Péter képviselő urat. Köszönöm szépen, polgármester úr. 1937-ben, ahogy említett, két ember is meghalt, az egyik ugye a plébános volt. 99-ben volt árvíz, 2010-ben voltak ilyen nagyobb árvizek, ami elöntötte a településnek egy részét. Nem mondtam még egyszer. Az első, 1999-es, magam is úgy emlékszem, hogy a Kuruc utcában az egyik barátunknak az ingatlanjába bement, illetve a házába, magába is, és ott károkat tett. Ez egyébként a Tavasz utca 9 közelében lévő ingatlan, azzal szemben lévő egyik ingatlan. Miért történt ez? Azon túl, ugye, hogy klímaváltozás, ugye, hogy villám áradások vannak, azért, mert a patak medre el volt akkor is hanyagolva, leginkább a legnagyobb problémát azt a behordott írtatlan mennyiségű szemét okozta. Polgármester úr is említette, hogy a közelmúltban az egyik ilyen partfalomlásnak a szemétnek a fölhalmozása volt az oka. Teljesen jogos a képviselőtársamnak a fölvetése, hogy igen, most ez ki lesz takarítva, mi lesz egy fél év múlva, amikor ismét vélhetően sajnos meg fog jelenni a szemét. Tehát ezen is érdemes elgondolkodni, hogy a továbbiakat majd, hogy ugyanis állapotba kerül, hogy miképpen lehessen megakadályozni. Na most az is teljesen jogos felvetés, hogy igenis itt a munkába be kellett volna vonni, tevőlegesen kérni Leidinger István tűzoltó parancsnok urat, mert ő, amikor ez ugye az a rendezés elkezdődött, meg a tervezése, akkor tűzoltó parancsnok volt, és mind a két említett árvizet, utóbbi említett árvíznek a védekezését irányította. Erre biztos polgármester úr jól emlékszik. Bocsánat, a védekezés vezetője az a polgármester. Valóban az operatív munkát azt mégiscsak ő csinálta, mint aki ért hozzá, ez teljesen természetes. Viszont amikor ezt az előterjesztést elolvastam, akkor kérdeztem, hogy mi a véleménye róla, például arról, hogy ugye 300 fa lesz kivágva. Közel 300 fa lesz kivágva a meder rendezés során. Azt mondta, hogy valóban a medve a vízfolyásban lévő fákat, azokat el kell távolítani.
a part oldalon lévő fákat meg kell hagyni, mert hogy jó, hogy ott vannak, mert hogy a partfalomlást, a víznek, hogy a víz kimossa a partot, azt gátolja, illetve késlelteti. Nincs 300 fa a mederben, amelyet ki kellene vágni. Tehát ez egy, most ezen ne akadjanak fel a képviselőtársaim, mert hogyha a kemény szót, azt idézőjelben mondom, de ez egy bűn lenne a természet ellen. Nem beszélve arról, hogy a parton lévő fák, partoldalon lévő fák a valóban vízfeldúzadást okozó keserűfűnek a növekedését akadályozzák, az árnyékkal, tehát ha azokon el lesznek távolítva. Az újbóli szemétbehordás mellett egy másik probléma is lesz, hogy a keserűfű, a pánkeserűt azt folyamatosan majd írtnék el. Most sem írtja az önkormányzat, ugye? Ez sem igaz. Hát ha megnézzük mondjuk éppen az említett ugye Huszár utca fölötti részt, Kuruc utca fölötti részt, évek óta ott van. Úgyhogy sajnos ez, de egyébként a Tiszolci telepnél is nagy keserű, apán keserű telepek vannak. Így van. Kérdeztem, hogy vajon mi okozhatta ezeket az áradásokat. Azt mondta Leidinger István, hogy semmiképpen nem a fák, amelyeket most kivágni készültet az önkormányzat, hanem belúgó műtárgyak, ezeket valóban természetesen el kell távolítani. Ez nem igaz. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy előkészítetlen előterjesztés, ilyen szempontból nem tudjuk ugye, hogy kik azok a szakemberek, akik ezt készítették, mert ez sehol nem olvasható. Ugye kérje, ugye hétfőn a bizottságülésen kérdeztem, kérjen ki, ki fogom kérni egyébként. Helyes. De minden esetre rendkívül aggályos, hogy amellett, hogy egy bizonyos ideig nyilván az árvíz veszélyt csökkenteni fogja, nem fogja feltétlenül megakadályozni, mert meder mélyítéssel nem feltétlenül ezt lehet elérni, hanem az igazi megoldás az nyilvánvalóan egy záportározó lenne, valahol Pomász fölött, erre kellett volna törekedni az önkormányzatnak, hogy akár Csopánkával, vagy Piliszentkereszttel erről megegyezni, nekik is érdekük egyébként, és a hirtelen áradások azokban a tározókban fel lehetne fogni. Természetesen a habé nem oda való, nem erre a 7 kilométeres pomászi teraszszakaszra való, azt onnan el kell távolítani, de a természet megőrzésének a legnagyobb mértéke szerint, amennyire lehetséges. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem értek egyet képviselő úrral, de gondolom ezen nem lepődik meg. Az, hogy valaki azt mondta, hogy nem a farönkök és a farönkök, meg a bokrokon, meg a rossz minőségű benőtt növényzeten fennakadó anyagok miatt dúsult föl a patak, hanem a műtárgyak miatt, ez nem igaz. Ezt személyesen meg tudom cáfolni, nagyon sok helyen védekeztem én azokban az áradásokban, amit képviselő úr említett, hiszen annak én vagyok a felelőse ilyenkor, az a polgármester a felelős egy áradásnál, minden egyes feladatot, minden egyes utasítást csak úgy lehet kiadni, akár egy tűzoltónak is, hogyha azt a védekezés irányító polgármester aláírja, vagy kiadja. Ez a legnagyobb felelőssége ma Magyarországon egy polgármesternek, ha árvíz van, akkor az egyetlen fő felelős az a polgármester. Minden onnan dől, hogy amit ő aláír, vagy kiad utasításba. A tűzoltóság, a katasztrófa védelem csak aládolgozik a polgármesternek. Előhozva persze az ő szaktudását, mondom, ez még egyszer elmondom, ez nem így van. Nagyon sok helyen dúsult fel ott a patak, ahol a lehordott szennyezőanyagokat, farönköket, amiket húzott magával a patak, az fel, és nem a műtárgyaknál, mert ha a műtárgyak keresztmetszetét megnézik, az megfelelő átfolyásra alkalmas. 99-ben egyedül egy helyen nem volt alkalmas az átfolyásra, a Beethoven utcánál a híd, ott feldúsult. De ott azért, mert rengeteg faanyag és mindenféle szírszar szemét, amit belehánytak, az ott fölakadt és ott dúsult vissza. Tehát ez hazugság, nem igaz. Záportározó. Nagyon jó, próbálkoztunk záportározónak a megvételével. Pomász fölötti területek tulajdonosát kerestük meg, ahol a tervezőnk azt mondta, hogy érdemes lenne záportározóban gondolkodni. A tulajdonos mereven elutasította azt, hogy átadja vagy eladja a területet az önkormányzat számára a záportározó építésére. Tehát mint most előjön megint az, hogy az önkormányzat próbálkozott egy záportározóval, de sem a tulajdonos sem engedélyt nem adott, sem használatot, sem el nem adta a területét. Tehát így ebben nem tudtunk gondolkodni.
Az, hogyha a Csobánka fölött van egy záportározó, az nem biztos, hogy megvéd minket, mert abból a záportározóból is előbb-utóbb szerintem ott följebb fizikailag képtelenség kiépíteni záportározót, hiszen a Pilisi parkerdő nem vagyok benne biztos, hogy hozzájárulna. Egyébként a mi derapatakunk Csobánka felő eső részén vannak olyan területek, amik magtároló területnek hívják, tehát vannak ilyen különleges megnevezés magterületnek, az szintén nem engedik ilyenfajta célra hasznosítani. Tehát itt is mindent megtettünk, a szakértőink mindent megvizsgáltak annak érdekében, hogy akár záportározóval, vagy egyéb feltételekkel próbálkozunk. Nem kaptunk rá lehetőséget. Nem mi miattunk, hanem az ott tulajdonnal lévő nagyon kemény ellenállt, vagy illetve hát más gazdasági érdekeket mert remélni ebből az adatból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jól előkészített anyag. Én azt hiszem, hogy aki ezt nem szavazza meg, ennek nem támogatja, az Pomáz lakossága ellen dönt, és az árvízben az ő felelősségüket lehet majd felmutatni. Sarkadi Attila képviselő úr kért szót. Ez a politika, igen. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nagyon sok pomázi várta ezt a patakrendezést, és nagyon-nagyon sok pomázi örül neki. Túl azon, hogy ahol magas volt a patak, de a villámáradás végigment, ott elcsípett a telkekből. Tehát ez egy óriási dolog, hogy ezt sikerült lobby tevékenységgel ezt a pénzt megszerezni, és egyértelműen örülni kell neki, és meg kell csinálni kiválóan. Sajnos látjuk azt, hogy nagyon sok jó dolgot a különböző zöldeknek álcázott liberális emberek megpróbálják megakadályozni. Én szerintem itt is erről van szó. Nagyon sok pomázinak lesz ez egy nagyon pozitív hír a mai testületi ülés után, hogy egy ekkora pénzt nyertünk, és polgármester elkezdi ezt a munkát. Köszönöm szépen. Köszönöm. Még annyit a keserűfű meg annak a terjedéséről, hogy a tavaly évben négyszer vágta le az önkormányzat a keserűfűvet ott, ahol kézi erővel be lehetett menni. Tehát a Tiszóci telepen is háromszor vagy négyszer lett a keserűfű levágva. Tehát azért erre is mindig odafigyelünk. Halászné Gombár Mária parancsolja. Köszönöm a szót. Azt szeretném elmondani, hogy azok, akik a patak mellett laknak. Egyrészt nagyon örülnek annak, hogy végre történik a patak medertisztításával kapcsolatban egy nagyobb lélegzetű munka. A fák tekintetében pedig folyamatosan érkezik olyan típusú lakossági kérés, hogy azokat a fákat, amik a mederben vannak, amik akkor, amikor nagyobb áradás, vagy akár kisebb áradás is történik, akkor akadályozzák a víznek a lefolyását, azt az önkormányzat minél előbb távolítsa el. Azt gondolom, hogy aki valaha vette a fáradtságot, és megnézte a patak medret, vagy végig sétált már bizonyos területeken, az látja, hogy milyen típusú fák vannak ott, azok a fák kívülről esetleg úgy tűnnek, hogy egészségesek és jók, de egy nagyobb szél, egy nagyobb víz tömeg rázúdulása esetén ott komoly problémák lehetnek, tehát hogyha ezt az önkormányzat ennek a pályázatnak a segítségével kivédi, az mindenféleképpen pozitív változást hoz az ott lakóknak az életében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jegyzőasszony kért szót. Jó, tehát azért tisztelt képviselőtestület, miután itt azért több olyan állítás elhangzott, ami nem felel meg a valóságnak, akkor elmondanám, hogy katasztrófa esetén is így az árvíz is ennek a keretébe tartozik. Az úgynevezett válságstábnak a vezetője, a polgármester, de ennek több résztvevője van. A legutolsó árvizek esetében, ameddig működött a KDVT, ugyannak a vezetője is itt ült, tehát a szakirányú védekezés tekintetében ő is tevékeny részt vett. Tagja a jegyző is, tehát én is éjszakánként itt csücsöltem, amikor erre szükség volt, és minden bizonnyal a tűzoltóság vezetője is itt volt, de ő csak egy volt a sok közül, tehát azért ezt mondjuk a vezetőnek és irányítónak titulálni enyhén szóval túlzás. Ettől függetlenül tevékeny részt vállaltak. A keserűfű kaszálása természetesen megtörténik mindazon a területen, amelyik önkormányzati kezelésben van. Évente legalább kétszer van beütemezve, szükség esetén többször is vágják, sőt a közhasznú munkások esetében, ameddig voltak, most már ugye a közcélú munkásokkal karöltve,
a mi embereink is vágják, főleg a tiszolci telepen, ahol ott tényleg iszonyat mértékben búrjánzik. Tehát ez sem igaz. Az úgynevezett záportározó kérdésében Csobánka próbált annó, egy 3 évvel ezelőtt elkezdett projektjével egy záportározót megvalósítani. A legutolsó jegyzői értekezleten elhangzott, hogy sajnos ez sikertelen volt, nem kap ilyen támogatást. Dunai-Poly Nemzeti Park és Natura 2000-es területek tekintetében nem engedélyezi a környezetvédelmi hatóság záportározó elhelyezését Pomász fölött. Ettől függetlenül vissza kell utasítsam azt, hogy ez előkészítetlen anyag lenne. Én enyhén szólva azt furcsálom, hogy ebből az anyagból bárki úgynevezett szakértői véleményt ad. Többek közt a kell-e 300 fát kivágni, stb. Az anyagban nem az szerepel, hogy 300 fát vágunk, hiszen a fáknak van olyan része, van olyan szakasza, ahol csak átalakító metszést javasolunk, és természetesen ez csak egy összegző felsorolás, hiszen ennek a részletes tervei ott vannak a minisztériumba benyújtott anyagnál, amire egyébként a településünk megkapta ezt a támogatást. Tehát szakértő elkészítette az anyagot, és a szakértő elkészítésével elkészített anyag kapta meg ezt a támogatást. Természetesen kívülről lehet ezt szakérteni, úgynevezett szakérteni. Én azt mondanám inkább, hogy laikusok hozzászólnak, hiszen a teljes anyag ismeretébe bárki szakértő ennek kapcsán konkrét, komoly megnyilatkozást, hogyha tesz, hát azt én enyhén szóval túlzásnak tartom. De ez még ez se számít, hiszen a tűzoltó parancsnok, valljuk be, hogy nem vízügyi szakértő. Tehát bocsánat, ennek kapcsán bármit tenni, bármit idézni tőle, egy hozzászólás, egy sima hozzászólás, de nem egyéb hozzászólásnál. Köszönöm. Réde Imre képviselő úr kért még szót, parancsolj. Csak egy pár mondatban. Annak én nagyon örülök, hogy sikerült ezt a 350 millió forintot a derapatokra megnyernünk, és én most nem csak a záportározó az árvizekkel kapcsolatban, hanem a pataknak a rendetételével. Tehát, hogy belegondolunk abba, hogy többször voltunk már mégis pataktakarításon, és emlékeim szerint a kismalasztól kezdve, a döglött nyúltól kezdve, a televíziótól kezdve mindent szedtünk ki. Talán, hogyha most egyszer rendben lesz téve ennek a pataknak a medertakarítása, és azok a tuskók, egyebek, amik, mert az nem mint fa, azok vannak olyanok, amik csak derékban már eltörtek, több száz éves fűszfák vannak benne, és ha ezeket onnan kiveszik, és talán jobban odafigyelünk a felső szakaszra is, ahol általában bekerülnek ezek a illegális dolgok a patakba. Tudomásom szerint most már 100%-kal emelkedett a közterületfelügyelő száma is a igen. városunkban. Már kettő van. Már kettő van, igen. Tehát ezáltal valószínűsítem, hogy többet tudnak ránézni a patak felső, középső részére, mert nyilvánvaló, hogy nem az dolgozja bele leginkább a szemetet, aki a, mondjuk a Hév híd alatt lakik, mivel hogy azok mind oda kerülnek. És még egyszer örülök neki, hogy ez megvalósul. Egy valaminek nem örülök, hogy megint elmondta itt a Maja, a Laci jegyzőasszony is a mondókáját, és sajnos az a két képviselő megint nem figyelte, csak beszélgettek. Köszönöm. Igen, és még egy apróság, illetve igen, végig folyamatosan beszéltek, amikor mondjuk a képviselőasszony beszélt, néztem, de nem probléma. De? Jó, mindegy. Igen, jó. Én nem, az a baj, hogy 7 ember nem ezt látta, amit önök mondanak, de semmi gond. Még egy apróságot azért hozzátennék, aki a part oldal, vagy a parton, vagy a vízfolyásban növő fák miatt aggódik. Sétáljanak ki, menjenek el a Papmalom utca sarkára, ott van az a gyönyörű kőhíd, és visszafelé a város felé 50 méteren belül van, én azt számoltam, legalább 3-4 olyan hatalmas méretű beteg fűzfa, amit meg kell nézni, hogy az összes vihar ekkora ágakat tör le és szór bele a patakba. Tehát ezeket a fákat metszeni kell, ki kell pucolni, rendbe kell tenni. És hogyha valaki ott megnézi, hogy ezeknek a fáknak a gyökérzete mit okoz? Azt, hogy a patak évek alatt elkezdi az utakat mosni. Olyan területeket mos alá, ami később még nagyobb problémát okoz. Tehát ilyenkor ezen kell gondolkodni, és ezeket is meg kell figyelni. Na, én több hozzászólást nem látnék ennél a napirendi pontnál. Aki elfogadja, hogy Pomázváros
350 millió forint plusz 34,2 millió forint őrész segítségével rendezni tudja a patak medret, azt kérem szavazzon igennel. Kilenc igen, nulla nem és nulla tartózkodás, a testület elfogadta. Köszönöm szépen. Na. Akkor következik 13-as napirendi pontunk. Pomász belterület, Meselia utca, 859-es helyrezi számú kivett beépítetlen ingatlan a Váci tankerületi központ részére sportpálya céljára törtő ingyenes átadással kapcsolatban. Pontosan tudjuk, hogy miről van szó, a Sashegyi fölötti régi tornapálya, amin a konténer, először konténer iskola, majd konténer bölcsöde, a legvégén konténer óvoda működött. Plusz a gyerekorvosi rendelő, bocsánat, fél évig, amíg ugye a felújítás tartott. Úgyhogy amikor erről a konténerek elkerültek, én többször szóban jeleztem a klik vezetőjének, de hogy most meg tudjuk erősíteni ezt a szándékot, azóta nem jelentkezett a klik, úgyhogy egy határozati javaslatban szeretném arra kérni a képviselőtársaimat, hogy tudjuk átadni azért, amiért kértek, de nem jelentkeztek, hogy ezt a területet tudják akkor hasznosítani. Természetesen nem ingyen átadjuk, csak használatra adjuk át, a terület továbbra is Pomázváros önkormányzatának tulajdonába marad. Azért vált ez ilyen sürgőssé, mert az igazgató asszony talált egy olyan pályázatot, ami, hogyha a klik erre rá tud ugorni, akkor egy normálisabb tanpályát tudnak kialakítani. Úgyhogy ezért vált sürgőssé. Mondom, én többször beszéltem a klik vezetésével, mondtam, hogy megtörtént, lepucoltuk a területet, ott van, azt mondták, jó, jönnek, de még nem tették meg, úgyhogy remélem ennek elég súlya lesz ennek a határozatnak, úgyhogy erről kérek majd szavazást, ha van kérdés, hozzászólás, akkor előtte. Ha nincs, aki elfogadja határozati javaslatot, azt kérem, szavazzon igennel. Kilenc igen, nulla nem és nulla tartózkodás, a testület elfogadta. Köszönöm. 14-es napirendi pont, ingatlan ügyek. Először az A, Benicki utca 58-as szám, 984-es helyrezi számú ingatlan tulajdoni hányadának eladása. Ezt a köznyelv MSZP irodaként ismeri. Ott volt régen, sok-sok évvel ezelőtt az MSZP iroda, azóta egy használhatatlan, régebben könyvtár is volt ott, igen. Régebben még kocsma is üzemelt ott. Úgyhogy ennek a ingatlannak a hasznosításával próbálkoztunk az elmúlt években. Hát ez több-kevesebb sikerrel, hiszen egy beépített udvar részeként nehéz hasznosítani ezt a területet. Most viszont jelentkezett egy vevő, aki egy irodát szeretne nyitni ott. Ehhez kérem a képviselőtestületet, hogy az értékbecslés alapján megállapított összeget ő kifizetni, és hogy ennek az eladásához járuljon hozzá a képviselőtestület. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Aki elfogadja, azt kérem szavazzon igennel. Kilenc igen, nulla nem, nulla tartózkodás, a testület elfogadta. Következik a B-rész, Mély út utcában kialakuló 9843/2-es helyrezi számú kivett közút ajándéként való elfogadása. Itt kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, aki elfogadja, azt kérem szavazzon igennel. Kilenc igen, nulla nem, nulla tartózkodása, a testület elfogadta. 15-ös napirend, előterjesztés, Pomáz Művelődési Ház és Könyvtár helységek bérbeadási szabályzatának módosítása érdekében. Jegyzőasszony. Igen, tisztelt képviselőtestület, az eddigi 2015-ös bérleti szabályzatot írtuk felül. Két módosítás van benne. Az egyik rögtön az első oldalon, most minimum egy héttel kell a rendezvény előtt mindkét fél által aláírt szerződéssel rendelkezni. Ezt az időt akkor most egy kicsit még tovább toltuk.
A másik módosítás pedig a második oldalon az ingyenes használatra jogosultak közé bekerült harmadik pontként. Pomázváros önkormányzat képviselőtestületének megválasztott képviselői a választópolgárokkal történő kapcsolattartás céljából havonta egy alkalommal egy óra időtartamban ingyenes használatra jogosultak, mint ezt legutolsó testületi ülésen is említettem. Köszönöm. És itt azért el kell mondani az anyagnál, hogy természetesen nem történt áremelkedés. Kérdés, hozzászólás van-e? Hardi Péter képviselő. Köszönöm szépen, polgármester úr, a szót. Az ingyenes használatra jogosultak között olvasom az intézmény pillanat, megtalálom. Igen, a műtőzsdéház alaptevékenységhez kapcsolódó újonnan megalakuló civil szervezetek első két alakuló összejövetele. Ez nagyon jó, ez a civilséget támogatja és a fellendülésüket elősegíti. Éppen ezért javaslom, és ez egy módosító indítvány, hogy a kedvezményes terembérleti díjak közül az ingyenes használatra jogosultak közé kerüljenek át a helyi civil szervezetek is. Természetesen szabályozva, természetesen meg lehet határozni azt, hogy havonta egy alkalommal, de a lényeg az az, hogy ne kelljen fizetniük a civil szervezeteknek, hanem ingyenesen használhassák megfelelő keretek között szabályozva a költési házat. Mint ahogy eddig is használhatják, hogyha a kedvezményes terembérleti díjat fizetnek. Szerintem ne kelljen fizetni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki elfogadja Hardi Péter módosító indítványot, az igennel szavaz, én nem tudom támogatni az ő előterjesztését. Kettő igen, hat nem, egy tartózkodás alatt esetet elutasította. Akkor jön az eredeti. Hét igen, nulla nem, kettő tartózkodással az eredeti határozatot elfogadta az önkormányzat. Egyebek napirendi pont következik. Az egyebek A napirendi pont, ahogy ezt felvettük a képviselőtestület ülésének elején. Egy újabb pályázati lehetőséggel kapcsolatba keresett meg minket az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Illegális hulladék lerakó felszámolásával kapcsolatban írtak ki pályázatot, ami 500 ezer forint, de maximum 3 millió forint lehet. És ugye hát a patakon gondolkodtunk először, de mivel ezen a másik pályázaton azért indulunk, ezért a patak kitakarítását egyszerre, tehát két ugyanarra a területre két ugyanan pályázatot nem lehet összevonni. Ezért megvizsgáltuk azt, hogy hol van olyan önkormányzati terület, ahol olyan mennyiségű szemét van, ami ebbe a maximum 3 millió forintos támogatási keretbe begyűjtésre kerülhet. Itt fölhívták azt arra a figyelmünket, hogy hiába van egy 80 milliós hatalmas kiterjedésű szeméttelep, azt csak 3 millió forintba tudják támogatni, viszont köteleznek minket arra, hogy a teljes területet megszabadítsuk a szeméttől. Ezért választottuk azt a területet, körbejártuk a települést, a Béke út és környékének területét, az Alcsevica Béke út, ami önkormányzati terület, és az is elég régóta ilyen gócponttá vált, hogy oda rengeteg szemetet lehordanak. Itt nagyjából 200 köbméter hulladékot helyeztek el, ennek az elszállítási költsége valószínűleg belefér a pályázatba, maximum egy picit hozzá kell majd tennünk, erre pályáznánk ennél a minisztériumnál. Kérdés, hozzászólás van-e? Andrásné Murányi Borbála. Kérdezni szeretném, hogy most az a terület, amire pályázunk, amit a Strabag, meg más egyéb... Milyen Strabag? Szemetelők raktak oda az a Strabag nem rakott oda semmilyen szemetet. Vagy pedig ez egy másik kupac. Béke. A régi katolikus temető melletti Alcsevicáról beszél a képviselőasszony, ez nem az. Ez nem az. Oh. Bele van írva képviselő azt, hogy Béke utca melletti. Az az új óvoda, tetszik tudni, hogy bejönnek Pomázra kocsival, a Hévát járó, és az első utca lefelé jobbra az a Béke utca. Na, arról lenne szó. Annak az alja, ahova rengeteg szemetet hordak, és nem az a cég, aki töm. És egyébként az nem szemét. Azt már sokszor elmondtuk, amit utólagosan körbe hordtak, na az a shit. Az nem szemét, az töltésre alkalmas olyan anyag, amit a bicikli út alá töltésére fogunk használni.
Jó, tehát a határozattal kapcsolatban van-e még kérdés, hozzászólás? Ha nem, akkor aki elfogadja a határozati javaslatot, és ezáltal felhatalmaz minket, hogy benyújtsuk ezt a pályázatot, azt kérem szavazzon igennel. Köszönöm, 8 igen, 0 nem is, 0 tartózkodása a testület elfogadta. B napi rendi pont. Jogállásomból adódóan a pénzügyi bizottság megüresedett helyére Stamf József urat javaslom a képviselőtestület számára. Ő a következő ülésen fog esküt tenni. Kérdés, hozzászólás? Ardi Péter képviselő úr. Köszönöm szépen, polgármester úr. Azt szeretném kérdezni, hogy kicsoda ő. Hát ez elég szomorú. Bemutatkozik-e? Biztos a bizottság ülésen be fog mutatkozni. De ugye most kell szavazni a személyéről, ugye? Igen. Hogy elfogadjuk el. Most hogyan fogadjunk el egy olyan illetőt, akiről azt se tudjuk, hogy kicsoda. Mi a szakmai előmenetele, érte hozzá, stb. Hát szeretnénk tudni, hogy felelős döntéseket hozni. Köszönöm szépen. Természetesen, mint ahogy elmondtam, a jogállásomból adódóan, én jelölhetek külső bizottsági tagot. Stamf József úr egy remek pomázi vállalkozó, remekül ért a pénzügyekhez, régi pomázi sváb család leszármazottja. Elég sokan ismerik itt Pomázon, boltjai vannak, zöldséges boltja és kis üzlete is van, közért üzlete. Szomorú, hogy ön nem ismeri képviselő úr vagy képviselőasszony, hát meg kéne ismerni jobban. Valószínűleg ő nem facebookozik, ezért nem valószínű, hogy abban a körben van, amiben önök mozognak. Tehát továbbra is ezt teszem föl javaslatnak, más hozzászólás nem látok. Aki a pénzügyi bizottság külső tagjaként Stamf József urat megválasztja, azt kérem szavazzon igennel. Hat igen, 0 nem és 2 tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. Egyebek C napi rend, egy újabb pályázati lehetőség nyílt meg Pomáz önkormányzatának számára. Egy újabb csapadékvíz elvezetés Pest megye önkormányzata lehetőséget biztosít arra, hogy azok, akik már egyszer nyertek, egy újabb pályázaton nyújthatnak be, és esetleg egy újabb pénzösszeggel tudják a településük csapadékvíz elvezetését megoldani. A rendelkezésünkre álló felszíni csapadékvíz terv, hogy hívjuk ezt? Igen. Az a neve, hogy felszíni csapadékvíz terv alapján a szakembereink kiválasztották a hegynek azon oldalát, ahol ez elég komoly problémákat jelent a Középhegy, Dankó Pista és ennek az Alma utca, Bodza utca környékének a felszíni vízelvezetését. Természetesen konzultáltunk a katasztrófa védelem megyei vezetésével, és ők is ezt ajánlották, hogy erről a területről elég sok bejelentés érkezett az elmúlt 5 évben, a hirtelen lezúduló esők. Tessék? Egy területet lehetett csak kiválasztani, és úgy mentünk körbe, hogy azon a területen még erre ezen a területen még nem volt ilyen típusú beruházás. A másikon már volt a Tél utca, a Rákóczi utca környékén, úgyhogy most ezt a területet választottuk ki. Innen a felszíni vizek levezetésre kerülnek majd a patakba. Ezt dolgozták ki, itt erről szól az előterjesztés, hogy bízunk benne, hogy az adóerő képességtől függően 95%-os támogatást kapunk, ennek megfelelően 94 millió forintra pályázunk, és a saját rész hozzáadásával ez közel 100 millió forintos pályázatot jelent. Ami a mi erőnk, az körülbelül 5 millió forintot jelent, a többi, az 95 millió forintot pedig az állam Pest megyén keresztül biztosít, ha amennyiben sikeres pályázatunk lesz. Kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki elfogadja, azt kérem szavazzon igennel. Nyolc igen, 0 nem és 0 tartózkodással a testület elfogadta. Egyebek napi rendi pont következik. Egyebek. Egyebekben egyebek. Még mielőtt Andrásné Murányi Borbálának megadnám a lehetőséget, szeretném jelezni, hogy az elmúlt napok havazásával kapcsolatban az alábbi számokat tudom elmondani a kedves tévénézőknek. A Havaslom Kft., aki azzal van megbízva, hogy Pomázon a közterületek sózásával, hókotrásával van megbízva, ugye ez ütemezett terv szerint történik. Először a Meredek utcák, főközlekedési útvonalak,
síkosságmentesítése vagy hótolása történik, azután az intézményeink környékén. Hát erre ma reggel volt egy gyönyörű szép példa a Sashegyi környékén, ahol a hókotrót nem engedték el, hogy menjen az útjára. De ez csak egy megjegyzés volt. A két munkagépe, a két Unimog munkagépe több mint 217 munkaórát töltöttek ki az elmúlt időszakban, és több mint 150 tonna sózóanyagot szórtunk ki az elmúlt időszakban sikosságmentesítésre. Két alkalommal elősózás történt ezeken a meredek utcákon, amikor is figyelték ők is, és jó magam is figyeltük, hogy milyen idő várható. Ilyenkor folyamatosan telefonkapcsolatban áll velem is, és a hivatal munkatársaival is a vezető. Ennek megfelelően a naponta beérkezett kéréseknek megfelelően próbáltuk úgy irányítani a hókotrókat. Azon az egy héten, amikor elég komoly hómennyiség esett a környékünkön, illetve Pomázon, ahol kellett a hókotróknak is beavatkozniuk. Szomorú elmondani azt, hogy nagy mennyiségben lehetett azt tapasztalni, hogy akár a főutcán, akár a mellékutaknál a házak előtti járdák eltakarítása elmaradt. Érdekes volt azt látni, hogy ahol takarították, ott főként régi idős emberek, régi pomáziak, az idős emberek voltak, akik úgy gondolták, hogy ez számukra kötelesség. Az előbb elfogadott rendeletek alapján természetesen mindenkinek, aki előtt járda van, kötelessége sikosságmentességet alkalmazni, tehát eltakarítani. Természetesen az önkormányzat is mindent megtett. Három olyan emberünk volt, vagy van az önkormányzat alkalmazásában, aki a sikosságmentesítésben tudott részt venni. Buszmegállók, minden egyéb területeket próbáltuk mi hamarabb megpucolni. Két alkalommal az önkormányzat dolgozói is kivették a részüket a hóeltakarításba. Az én irányításommal itt a környékbeli járdákat pucoltuk meg, az orvosi rendelő környékét takarítottuk. Én személy szerint 4 olyan helyre mentem ki, ahol idős ember kért meg engem arra, hogy mivel úgy érzi, hogy neki kötelessége, de egészsége nem teszi lehetővé, ezért segítsünk neki. Én már Váltóc utca rendelkezem itt benne a hivatalba, és 4 ilyen alkalommal mentem ki, és idős emberek előtt a járdaszakaszukat eltakarítottam. Én csak arra szeretnék kérni mindenkit, ha ilyen hóhelyzet van, az elmúlt 5-6 évben nem volt ehhez fogható hóhelyzet Pomázon, de ha ilyen helyzet van, akkor segítsük azzal magunk életét, az önkormányzatot, hogy a magunk előtt lévő járdát eltakarítsuk, vagy ha környezetünkben van olyan idős, beteg ember, akiről tudjuk, hogy erre nem képes, akkor segítsünk neki. Ezt szerettem volna elmondani. Halászné Gambár Mária. Azt szeretném megkérdezni, hogy az említett cégnek van-e olyan kisméretű járműve, ami szűk utcákba, szűkebb utcákba is be tud menni, mert érkezett olyan lakossági kérés, hogy például az Alsóvár utcába nem tud felmenni ez a nagy méretű kotró és sószóró, hogy van-e ilyen járművük, amivel oda is föl lehet menni. Gondolom nem ez az egyetlen egy ilyen utca van. Nem. Azt tudom mondani, hogy bár ezek az Unimogok, ezek nem egy hatalmas gépek, de a tolólapjuk méretéből adódóan az nagy. Ilyen kis gépük nincs. Viszont a 2019 évi költségvetés tervezésénél én tervezek egy olyan kisméretű, azt is megmondom, hogy miért. Tehát az elmúlt időszakban ugye sok éven keresztül akár 30-40 közmunkással is tudott dolgozni az önkormányzat. A kormányzatunk siker gazdaságpolitikájának köszönhetőleg nagyon nehéz most már közmunkást találni, sőt nincs. Sőt, arra a lehetőségre is, amit az önkormányzat a tavalyi évi költségvetésében biztosított, hogy a garantált bérminimumért egy ilyen általános csapatot össze szerettünk volna állítani, ami nem olyan rossz pénz, én azt gondolom, 3 ember jelentkezett, ez a 3 ember áll most rendelkezésre bármilyen ilyen típusú munkálatokra. És meg van hirdetve, folyamatosan meg van hirdetve az állás, és nem nagyon jelentkeznek. Ezért döntöttem úgy, hogy itt megköszönöm Hanvas úrnak a segítségét, aki az Agrárkamarában elég komoly ismerettsége rendelkezik, hogy egy olyan kis traktort szeretnénk venni, ami télen havat tud tolni, egy kis nyomtávú traktort, ami télen havat tud tolni, mögötte olyan szerkezetet tudunk ráhelyezni, ami sózni tud, nyáron pedig át lehet alakítani fűvágásra.
Most ennek a beszerzésén dolgozunk, hogy így már a nyárra legyen egy olyan gépünk, hogyha akár kell, akkor az Alcsevicán vagy a futópálya környékén a hűvágás, hűkaszállás már meg tudjuk ejteni. Meg a járdán, tehát például a szélesebb járdákon ezek az apró, ezek a kisebb nyomtávú gépek végig tudnának menni. Úgyhogy tervezünk egy ilyen gépnek a beszerzését is. Meglátjuk, hogy mit tudunk ebből összehozni. Andrásné Murányi Borbála. Köszönöm szépen a szót. Volna egy szerintem nagyon hasznos és megfontolandó javaslatom, és polgármester úr segítségét kérem, vagy illetve őt szeretném megkérni arra, hogy fontolja meg, ezt gondolkozzon el rajta, és ezt valahogy, ha lehet, valósítsuk meg. Ezt nem én találtam ki, hanem nemrégiben találkoztam és beszéltem egy köztiszteletben álló pomázi emberrel, aki egyébként városvezető is volt régen. Ebből és csak őtől hallottam, mivel ugyebár én nem vagyok pomázi születésű, hogy a rendszerváltás előtt is, de a rendszerváltás után is egy ideig működött, és nagyon jól működött az úgynevezett körzeti megbízott. És hát ugye ez a... Az rendőrségen van, igen, nem? Igen, igen. Tehát, hogy ezt az intézményt kéne valahogy újból fölállítani, élővé tenni, ha nem is minden körzetben, de a kettes választó körzetben, ahol ugye két égető probléma is van. Egyik a drogügy, a másik pedig a... Hát, Réde Imre is nem rég említette, éppen egy előző napirendi pontnál, tehát ugye a terába való szemét bedobása meg, stb. Tehát ez két olyan probléma, de természetesen más egyebek is vannak, amit én szerintem csak akkor lehet, és akkor is hosszabb távon, meg rendszeres odafigyeléssel eredményt elérni, hogyha lenne ott egy állandó ott lévő egy úgynevezett körzeti megbízott, lehet más neve is, ha már ez kiment a divatból, én nem tudom. Mindenesetre, hogy nekem ezt elmondta, én nekem ez nagyon megtetszett, és többen is állították, hogy ez nagyon hatékony volt, nagyon jól működött. Akkor valahogy tudom, hogy ez egy rendőr, és ez a rendőrségi ügy lenne, de úgy gondolom, hogy ha az önkormányzat ezt kéri, az önkormányzatnak problémája van sok szempontból, hogy ebbe a körzetbe, amit nem tud kezelni, nem tud megoldani, akkor egy ilyen megoldás például szerintem nagyon jó lenne. Ez az egyik kérdés. A másik azt... Itt van ez az előző testületülés. Kósa Anikótól szeretném megkérdezni, aki említette nekem, hogy az önkéntes tűzoltóság köztestületi ülésén... Közgyűlés. Mi személy szerint ketten is szóba kerültünk, ami nagyon csodálkoztam. Mindenesetre érdekelne ez az erről szóló jegyzőkönyv. Tehát ezt a jegyzőkönyvet hogy lehet... megszerezni és elolvasni. Nem jegyzünk, hogy mi? Erről kérném ehhez kérném a segítségét. Ennyi? Ennyi ez a két kérdés. Köszönöm szépen. Ja. Hát Kósa Anikó alpolgármester asszony megbízott, ez majd válaszol. Jó? Hardi Pétert meghallgatom, aztán válaszolok, meg gondolom, hogy csomagba fogok. Jó, köszönöm szépen, polgármester úr. Gyakorlati problémákkal kerestek meg a pomáziak. Az egyik a Dankó utcából való kihajtás a Benicki utcára igen problémás, balesetveszélyes, mert közvetlenül az utcán, tehát a Benicki utcánál sokszor parkolnak. Az utca beláthatatlan, már így a Benicki utca beláthatatlan, balesetveszélyes. Ezért megfontolással javaslom, hogy oda közlekedési táblát, megállni tilos táblát tegyen ki. A fő utcára? Akár a Magyar közúttal a 15 méteres szakaszra, vagy amennyit a szakértők mondanak, hogy már így ki lehet hajtani, balesetveszély nélkül, hogy ez a balesetveszély eláruljon, illetve hát ennek természetesen érvényt is kell szerezni. Ez az egyik. A másik, nagyon sokszor hoztam már a testület elé, sajnos nem oldódott meg, most is mondom, mert hogy keresnek vele ez a Goethe köznek az állapota.
nagyon nagy probléma, nagyon soros, nagyon elhanyagolt. Ugye annak idején azt a választ kaptam, hogy igen, de hát ott van egy magán tulajdon jogi probléma, ugye ha jól emlékszem, a szennyvíz átemelőt oda építették, ahova nem kellene, nincs meg a tulajdonos, nehezen felelhető, stb. A lényeg az, hogy ez körülbelül először három éve hallottam. A dolog azóta se oldódott meg, vagy hogyha megoldódott, akkor kérdezem, hogy miért nem rendezik végre a Goethe köz állapotát. Ha pedig nem oldódott meg, akkor hát kérdezem a hivatalt, hogy, vagy akinek ez a feladat, hogy hát itt mi történik, miért áll ez az ügy még mindig, és mikor számíthatnak a Goethe közben lakók arra, hogy... Ott egy Goethe közlakó. Köszönöm szépen, tudom, nem hangos a tanács, aki ott lakik, más is lakik ott. Jó, a következő a Klisszának az ügye, ugye ez előbb szóba került, ugye ott egy hatalmas földkupac lerakat van. Elmondtuk. Azzal, hogy ugye ott az majd a kerékpárútnak az alapja lesz. Igen, ám csak, hogy ott rengeteg egyéb szemét is gyűlik egyre. A legutóbbi idézőjelben gyöngyszem, az már sírkő is. Aszfaltlerakat is van, minden van már ott. Kérdezem, hogy milyen elképzelése van a polgármester úrnak, hogy ezt megakadályozza addig is, ameddig az a föld azonban elkerül. Mert hát azért ez mégiscsak Pomásznak az egyik történelmi helye, és hát nem, nincs méltó állapotban. A negyedik utolsó pedig az a Lupavidor utca 10, ugye az önkormányzat tulajdonában lévő épület, fél éve megüresedett, az önkormányzat meghirdette, majd időközben kiderült, hogy a rendőrség abban az esetben, hogyha szolgálati lakást tudna biztosítani az önkormányzat, akkor újabb rendőröket költöztette Pomászra, és akkor Pomász közbiztonsága ezáltal javulhatna. Tudomásom szerint azóta sincs ott senki. Az önkormányzat rendbehozatta, de üres sem áll. Sőt, hát megörösíti a polgármester úr, hogyha így van, már betörés is történt. Lehet, hogy nem, ez egy hallomás. De minden esetre, hogy üresen áll, azt nagyon sokan mondják. Nagyon sokaknak szüksége lenne Pomászon bérlakásra. Nagyon fontos, hogy a rendőri állomány létszáma gyarapodjék. Tehát nem gyarapszik. Legalábbis ott nem lakik rendőr, tudomásom szerint. Kérdezem, hogy mi a megoldás. Nem, megvan. Köszönöm. Na, akkor... A képviselőasszony kérdésére részben fogok válaszolni Hardi úr válasz, vagy kérdésére. A Klisszadombbal kapcsolatban tervezzük természetesen, hogy az idő engedi az oda illegálisan odahordott mindenféle egyéb cuccnak az elszállítását. Sajnos nem tudjuk megakadályozni, hogyha olyan emberek, akik úgy gondolták, hogy látnak egy nagy földkupacot, akkor mellé leszornak egy másikat. A rossz, gyenge minőségű, illetve veszélyes anyagokat természetesen az önkormányzat a saját költségén el fogja szállítani. Nem tudunk mit csinálni. Sajnálom, hogy ilyen emberek laknak itt a környéken, akik egyszerűen nemes egyszerűséggel leborítanak mindent mindenfelé. A belső részt azt természetesen fel fogjuk használni, ahogy az építkezés elkezdődik. Ezt mondtam mindig is, ezt mondom ezután is. Mondom, sajnálom, hogy oda hordanak szemetet. Ez inkább az emberek hozzáállásának a példaképe, de hát sajnálom, hogy soha senki nem lát ilyenkor semmit. Tehát például egy ekkora teherautó oda megy, azért annak van rendszáma. Persze térfigyelő kamerát szeretne mindenki mindenhova. Na hát most van Pomázon kb. 40 térfigyelő kamera, annak a működtetése, felülvizsgálata, állandó megtekintése milliárdos kiadások lennének. Természetesen lehet azt kérni, hogy ide is tegyünk, meg oda is, meg amoda is, de mondjuk oda tettetünk 3-4 millió forintért egy térfigyelő kamerát, mire az engedélyezéssel, ennyibe kerül képviselő úr, bármennyire is nem hiszi el, az elművel engedélyeztetni, bekötni, felszerelni, beüzemelni, és utána mondjuk március végén el lesz onnan szállítva a föld, mert az útalapba bele fog kerülni felesleges. Na, ez a Klisszadomb. A körzeti megbízott, hát a rendszerváltás előtt sem az önkormányzathoz tartoztak a körzeti megbízottak, a rendszerváltás követően sem. Amerikában van az úgynevezett sheriff rendszer, amikor a polgármester alá tartozik választás útján a sheriff. Tehát akkor az amerikai kontinensen van az a különböző tagállamokban, hogy az önkormányzat, a polgármester alá tartozik a sheriff, és ő irányítja az ő munkáját. Nálunk úgy hívják ezt az irányító szervet, hogy belügyminisztérium.
A bűnmegelőzés, a bűnüldözés szerve Magyarországon a belügyminisztérium. Pomázon jelen pillanatban 3 körzeti megbízott dolgozik. Ugye ez is 50%-kal nőtt nem is olyan rég az álmuk, mert egy harmadikat is kaptunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban egyrészt működik egy nagyon jó polgárőrség is, egy nagyon jó körzeti megbízott hálózat, és elég jó az együttműködés a Szentendrei kapitánysággal. Voltak is már komoly eredmények, és lesznek is remélem a közeljövőben. Az a rendszer, amit képviselő asszony megálmodott, hogy a körzetben legyen egy körzeti megbízott, ilyen nincs, mert ez nem ismeri a magyar jogalkotás, ezt nem ismeri a belügyminisztérium. A körzeti megbízott egy településért felel, ők egyébként rendszeresen kinn vannak, én rendszeresen találkozok velük, rendszeresen látom őket mozogni, intézkedni a területen. Sokat vannak azon a területen is, egyébként mostanában lesz beüzemelve az a 2 újabb térfigyelő kamera pont azon a környéken is, és egyébként amióta ott rendszeresen elkezdtünk raziázni, mind polgárőrök, mind rendőrök, azon a területen jelentősen csökkent a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények. Tavaly decemberben volt egy igen jelentős fogása a rendőrségnek, amiben volt szerencsém részt venni, ott elég komoly halak kerültek bilincsbe a megfelelő helyükre. Tehát én mindenkinek csak azt tudom ajánlani, hogyha közér akar tenni, a polgárőrség nyitott, lehet jönni, lehet feláldozni az estéjüket azért, hogy a közt szolgálják, hogy védjék a lakosságot. Ezzel kapcsolatban, ez már részben válasz, illetve teljes mértékben válasz Hardi képviselő úrnak, valóban meg elkészült ez a lakás, szépen felszereltük, és a múlt héten érkezett meg az ORFK-tól, Dandár tábornok úrtól az aláírt szerződés, tehát a közeljövőben meg is érkeznek a rendőrök. Tudja, a rendőrség, a belügyminisztérium egy picit lassabban őrlő malom, tehát mire ott mindenkivel sikerült megegyezni, mikor az 50. ügyintézőn keresztül futott, a 4. őrnagy ezredes alezredesen végigjutott, eljutott a dandártábornok úrig, és pont itt azt hiszem 5. 6. magasságába érkezett vissza aláírva a szerződés. Én nagyon bízom benne, hogy a közeljövőben az az 5 fő, akinek kialakítottuk ezt a lakás lehetőséget, ezek meg fognak érkezni, és ezek is javítani fogják városunk közbiztonságát. Ezt nem mondtam. 5 ember lesz itt. Én úgy tudom, hogy 3 fő lesz a pomázi rendőrállománynak a része. Hát 2 meg itt. A pomázi rendőrőrsök is a Szentendrei kapitánysághoz tartoznak. Tehát nincs önálló pomázi rendőrkapitányság, Szentendrei kapitányság van. Én azt gondolom, hogy ez is megfelelő díl, hogyha 3 rendőrökre többen fognak itt szolgálatot teljesíteni. Ráadásul abban az udvarban nem is árt, hogyha rendőrök is laknak. Pomázon nagyon sok helyre lehetne rendőrt költöztetni, ezt mindannyian tudjuk. Nagyon sokat teszünk is egyébként azért, hogy ezek a gócpontok megszűnjenek. Az egyik helyen például X konténert biztosítottunk az egyik ott lakó családnak, hogy egy olyan fészket, ahol hát emberi életre alkalmatlan körülmények voltak, és néhány ember ott azért rendszeresen megfordult, kipucoltuk. Ez mind önkormányzati pénzen, önkormányzati által fizetett konténerek alapján lett kipucolva. Le is bontották ezt a helységet. Tehát, hogy így próbáljuk kiszorítani, megszüntetni nem lehet ezt a fajta drogtevékenységet. Sajnos, aki azt gondolja, ezt egy tolvonással el lehet intézni, az buta. Az butaságot gondol. Az a baj, hogy amíg terjesztők vannak, és amíg van felvevő piac, addig erre mindig lesz igény. Azt lehet tenni, hogy sok raziával, állandó zaklatással, rengeteg ember előállításával ezeket kiszorítani a városból. Ezt tesszük. Mi ezt tesszük, képviselőasszony. Például én most péntek este is megyek szolgálatba a polgárőrtársaimmal. Mert nekem fontos a város. Ha kell, polgárőrködök, ha kell, havat lapátolok, nem gond. És lesz fejlesztés? Lesz, biztosan. Ha valami eredményt érünk el, helyes, nézze is meg. Ezért mondtam, lehet csatlakozni is, képviselőasszony. Nem a meleg szobába, a klaviatúra előtt, hanem ki kell jönni az emberek közé. Meg kell ismerni azokat a problémás helyeket, amik vannak. És nem csak hallomásból, nekem rengeteget segített az, hogy beléptem a polgárőrségbe, és láttam például az állomás környékén kialakult problémákat. És azóta nincs probléma az állomás környékén. Bizony. Amióta a boltzár megtörtént. Na, akkor válaszoltunk. Még jegyző azt, hogy válaszol még 1-2-t. Tessék. Jó, tehát akkor a Goethe közállapota kapcsán, tehát a Goethe közben változatlanul fent áll az a szituáció, hogy
Egy azóta már megszűnt szennyvíz társulat oda helyezte az úgynevezett szennyvízgyűjtő szennyvíz átemelőt, aminek a jogi helyzete változatlan. Azóta annyi információ történt, hogy 2017. július 1-től az állami jogalkotás a vízi közmű vagyont, beleértve ugye ezt a műtárgyat is, elvitte az önkormányzatok tulajdonából, és egy jogszabállyal, egy törvénnyel átemelte az állami vagyon kategóriába, tehát az MNV ZRT az állami vagyon kezelője, és átvitt értelemben a DMRV az, aki üzemeltetésbe vette. Írtunk a DMRV-nek, hogy hogy áll ennek a jogi helyzet rendezése, hiszen addig az utcát sem tudjuk megnyitni, bár ugye most már talán a harmadik, negyedik hészünkben szerepel ott ténylegesen egy utcanyitás, addig nem tudjuk továbbvinni a közműveket, társulati formában sem, tehát adott esetben az ott lévő lakótelkek, mert hogy ezek belterületi lakótelkek, addig ugye közmű nélkül közművesítetlenek. Tehát az utca rendezése folyamatban van. A polgármester asszony szerint. Hát. Jó, hát a Dankó utca az bár az önkormányzati úthálózatnak a része, de a főutcának a táblázása Magyar Közút. Tehát természetesen továbbítjuk képviselő úrnak a kérését, majdnem biztos vagyok benne, hogy a Magyar Közút ezt elutasítja. Természetesen ki lehet hajtani megfelelő óvatossággal, amennyiben viszont valaki úgy gondolja, akkor körülbelül 5-6 darab lefelé menő utcán tud kijönni egyébként a Hegyalja utcáról és a vele párhuzamos, a főutcával párhuzamos utcáról. Itt is ezt meg lehet csinálni kellő óvatossággal, illetve ugye a lámpának a pirosát kihasználva. Azt egyébként zárójelben mindenkinek elmondom, hogy a reggeli körülbelül másfél órás intervallumban teljesen mindegy, hogy hol próbál az ember a főutcára kihajtani, mindenütt kellő óvatossággal és a többiek udvariasságára appellálva kell besorolni a dugóba. De továbbítjuk képviselő úrnak a kérését. Kósa Nikola polgármester asszony kért szót, parancsolja. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Én ugye a múltkoriakban már elmondtam, hogy a jegyzőkönyvek miatt nyugodtan keressék tűzoltó parancsnok urat, Molnár Attilát. Úgy hívják az új parancsnok. Az előzőekben is elmondtam, hogy ott biztos szívesen odaadják önöknek, de ha a saját nevét keresi benne, azt nem fogja megtalálni. Igen, szó esett önökről, de csak annyiban, hogy ugye a tűzoltóság nem kéri az önök fellépését a testületi üléseken, hogyha ők szeretnének valamit elmondani vagy képviselni, akkor ide jönnek és meg fogják tenni. Úgyhogy kérem szépen, hogy keressék meg Molnár Attila tűzoltó parancsnokot. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim, több hozzászólást nem látok. Megköszönöm a munkát és az ülést ezenne bezárom. Kedves nézőink, a Pomász TV adása véget ért, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az ismétlést megnézhetik január 25-én 22 órakor, január 26-án és 27-én 10 és 18 órakor, valamint január 29-én kedden 21 órakor. Ne feledjék elérhetőségeinket, címünk Pomász Petőfi Sándor utca 66, telefonszámunk 0626 326 117, e-mail címünk pomasztv@pomasztv.hu és weblapunk címe, ahol adásainkból is láthatnak részleteket, www.pomasztv.hu. Illetve ne feledjék azt sem, hogy adásaink már a YouTube és a Facebook oldalán is elérhetőek. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy eddig velünk tartottak. Viszontlátásra!